Szeretettel köszöntöm a régi hallgatókat, meg az újakat is, meg külön egy kis román csoportot háttérben, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyien színesen és ilyen sokan vagyunk itt. És inspirálnak, hogy egy kicsit jobban elsajátítsam, elmélyítsem a román nyelvtudásomat, hogy majd esetleg legyen olyan is, hogy majd románul is, vagy akár két nyelven tartsak így előadást. No, csak hogy úgy látok ismerős arcokat, hogyha felemelné a kezét az, aki most van itt először, mert mikor nem volt itt tavasszal. Hú, nagyszerű, nagyon-nagyon jó. Külön örülök az újoncoknak, és úgy gondolom, hogy vágjunk be már is a sűrűjébe, mert nagyon sok mindenről szeretnék ma mesélni. Tulajdonképpen én magamról csak annyit, hogy én 25 éve az idén 25 éve, hogy Budapesten végeztem az orvosfogorvosi karon, az orvosegyetemen, és nagyon hamar már belevágtam úgymond a holisztikus, nem materiális vonalban. Először jött a hipnózis az életemben, aztán homeopátia, antropozófus orvoslás, krániosakrálterápia, illetve most éppen kínai orvoslást tanulok, úgyhogy már meg fognak jelenni az első kis kínai csírák is az előadásomban. Az első nagy téma, amiről azt hiszem, hogy így napokat lehetne beszélni, a fogaknak az üzenetei. Most mindenkit arra kérek, hogy egy kicsit úgy szakadjon el a földi fogakkal való gondolatairól, hogy a fog az egy drágószerv, ami szuvasodik, kifúrják, betömjük, rossz esetben kihúzzák. Most túllépünk a matéria szintjén, és megnézzük, hogy mennyi mindent hordoznak ezek a fogak, benézzünk a kulisszák mögé, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen ezek nem egyszerű kis rágószervek, és amit szeretnénk, hogy épek maradjanak, egészségesek maradjanak, hanem rengeteg információt hordoznak a fogak. Az is, hogy például melyik betegszik meg, az is, hogy milyen az állása ezeknek a fogaknak, milyen az érintkezés. És tulajdonképpen az első egy órában, másfélben erről fogok egy kicsit részletesebben beszélni. Két része lesz a fogelemzésnek, az egyik a kínai orvosláson alapuló meridiánok és a fogak kapcsolata. Magyarán annyit jelent, hogy vannak ezek az energiacsatornák, amelyek átszövik, átjárják az egész testünket, és a kínaiak ezt már 3-4 ezer évvel ezelőtt leírták, és tulajdonképpen az akupunktúrától kezdve a reflexológia, a talpreflexológia, minden ide kapcsolódik, és a fogakra fordítva tulajdonképpen mind a 32 fogunknak megvan a sajátos üzenete, a sajátos kapcsolata a megfelelő szervekkel. És tulajdonképpen most az első
mert részben erről fogunk beszélni. Amikor egy fogra én ránézek, azon túl, hogy most megnézem, hogy épp-e a fog, egészséges a fog, van-e mellette fogkő, körülötte ingyulladás, mindig megnézem, hogy mi az a szerv, mi az a szervrendszer, ami mögött áll, mert nagyon érdekes, hogy nagyon gyakran csak bizonyos fogak kezdnek el romlani, tehát mondjuk a felső fogak, vagy csak a baloldali fogak, vagy csak a hatosok. És akkor ezek nem lehet arra fogni, hogy akkor az illető a jobb oldalán megmossa a fogát, és a bal oldalán nem mossa meg a fogát. Sokkal mélyebb összefüggések vannak, és ezeknek a titkos információknak a térképe az itt van a képen. Látom, hogy a próbálkoznak többen is fotózni, a rendelünk honlapján ez ki van, és egy az egyben majd le lehet onnan tölteni, majd a végén a rendelőnek a honlapja majd ki lesz írva. Úgyhogy ott akkor majd tisztán elérhető lesz. Azt is szoktam mondani, hogy a fogaink egyrészt mutatják az eddigi életutunkat, tehát az eddigi életünknek az emlékművei, mert az, hogyha mondjuk kihúztak egy hatos fogat, és majd meg fogjuk nézni, a hatos fogaknak mennyi üzenete van, például az egyik hatos a bal alsó, hatos a szeretet fog. Tehát, hogyha nekem kihúzták 20 éves koromban, vagy akár korábban azt a hatos fogat, ez nem azt jelenti, hogy én most már a szeretettel nem tudok kapcsolatba kerülni, nem tudok szeretni, nem tudom a szeretetet elfogadni, de azt jelzi ez a bal alsó hatos fog hiány, hogy valamikor volt az életemben egy olyan szakasz, amikor ezzel nekem dolgom volt. És lehet, hogy a mai napig, én most 55 éves vagyok, és a mai napig ezt a problémát hordozom, de lehet, hogy x évvel ezelőtt ezt már megoldottam. És sajnos hát attól, mert megoldok egy problémát, a fog az nem fog újra kinőni, tehát ez a képességünk nincsen. Tehát ezért mondom, hogyha valakinek valami magára ismer, és úgy gondolja, hogy ez már nem igaz, akkor valószínűleg azért van, hogy az a történet, és ez a lelki történetek is ugyanúgy érvényes lesz, hogy ez egy régebbi életszakaszomban, 10-20 x évvel ezelőtti történetem. A fogaknak a másik része, tehát hogy nem csak a múltunkról mesélnek, hanem mesélnek arról is, hogy mi jelenleg az én életfeladatom. Tehát a hátralevő életszakaszomban, életemben milyen dolgom van. Dolgom van a párkapcsolatban, dolgom van a hivatásommal, ezernyi dolgunkra tudnak a fogak rávilágítani. És akkor ennyi bevezető után menjünk bele itt a részletekbe. A színekben vannak a különböző fogcsoportok előzve, és akkor indulunk mindig a középvonalból, tehát a közepén van nekünk két-két nagy meccünk és két-két kis meccünk, fönn is lent, tehát összesen 8 fogról beszélünk, és ez a 8 fog, ez a vese és a húgyhólyag meridiánjához kapcsolódik. És nem csak a vese és a húgyhólyag, hanem tulajdonképpen az összes altesti szerv ide kapcsolódik. Tehát ide tartozik hölgyeknél a petefészek, petevezeték, méh, a hüvely, a férfiaknál a prosztata és az egész húgyúti szervrendszer. És mondjak már is élő példát, hogy ez hogy kell elképzelni ezt a meridiánt. Én most már több mint 12 éve foglalkozok fogelemzéssel, sok száz eseten vagyok túl, és egy-egy esetet leszámítva mind az elmúlt egy-két hétnek a tapasztalata, élményem a rendelőben megtapasztaltam, tehát friss, hangos eseteket fogok bemutatni. És akkor volt nálunk egy kislány, aki 11 éves, és nagyon szépek a fogai, mindegyik épp egészséges. Egy pici fogköve van, de minimális, és ami nagyon feltűnő volt, hogy a négy metszőinél fönt ilyen nagyon-nagyon gyulladt az ínye. És mossa, akkor megbeszéltük, hogy fogsejmezzen, figyeljenek kicsit jobban oda a szájhigiénére, és visszajött 3 hónap múlva kontrollra, ez most volt a 2 héttel ezelőtt, és ugyanúgy gyulladt volt az ínye, és akkor beszélgettem az édesanyával, hogy akkor mi újság, a kislány veseje, hólyag, jó, hát ő gyerekkor óta könnyen fölfázik, és gyakran kell pisilni, stb. Tehát az, hogy itt a négy felső metszőinél volt egy gyakran mondhatjuk azt, hogy krónikus ingyulladás, mert hónapok óta jelen volt, fogászatilag tulajdonképpen semmi, már ugyanúgy megvoltak mosva a fogak, nem volt rajtuk lepedék, nem volt ott fogkő, de
mutatta, hogy valami mögöttes probléma van ott, és hát az, hogy a húgyhólyagja neki érzékeny, könnyen fölfázik, akkor már is kiderült, hogy miért csak ennél a 4 foknál van ez az ingyuladás. A veséről majd kicsit többet fog majd később mesélni, mert a vese az egy központi fontosságú, a fogágy betegség, az ínysorvadás, illetve a szájbeli gyulladások tekintetében. Tehát majd később belemegyünk, hogy mit tudunk ezzel például ezzel a kislánnyal csinálni, mit tudunk javasolni a szülőknek, hogy a jövőben elmúljanak a hólyag panaszai, és egyértelműen utána meg az ínyés le fog nyugodni. Lépjünk egyel tovább, nézzük meg a következő meridiánt, az a 3-as fogak. Előről számoljuk hátrafelé őket. A 3-as fogak azok a szemfogak, ezekből egy-egy van minden kvadránsban, minden negyedben. A szemfogaknak különleges jelentőségük van, ezek a leghosszabb gyökerű fogak, és tulajdonképpen a formájukban átmenetet képeznek a metszőfogak és az őrlőfogak között. A metszőfogakkal metszünk, az ételt ketté harapjuk, az őrlőfogakkal megőrüljük, és a szemfogaknak a két fogcsoportnak, a metszőknek és az őrlőknek az átmenetében van. Nagyon fontos szerepe van a szemfogaknak az úgynevezett rágópályák kialakításában, az ami azt jelenti, hogy az, hogy milyen irányban vannak ezek az őrlő mozgások a szájunkban, amikor rágunk, akkor ezt a szemfogak irányítják legfőképpen. Ugyanakkor meg energetikailag különleges jelentőség van, ezt majd a fogaknak a lelki üzeneténél fogjuk elemezni. Hogyha valakinek mondjuk egy szemfognál látunk betegséget, ez viszonylag ritkább, tehát sokkal könnyebben romlanak a metszőfogak, meg az őrlők. A szemfogaknak van egy ilyen plusz, mint hogy egy ilyen plusz védelmük lenne, tehát viszonylag azt kell mondanom, talán utoljára ők szuhasodnak. Hogyha mégis ilyet látunk, vagy gyulladást a szemfog környékén, akkor mindig rákérdezünk a páciensnek, hogy hogyan van a mája, hogy van az epéje, mikor volt utoljára a vérvizsgálat, és hát nagyon sokszor mi küldjük el egy laborba, és akkor kiderül, hogy mondjuk az enzimekkel gond van, és akkor mondjuk egy diétára szükség van. Tehát már tudunk irányítani különböző szakorvosokhoz, fogorvosok is pácienseket, hogyha egy adott fogcsoportnál ilyen problémát látunk. Lépjünk tovább, a következő a tüdő és a vastagbél meridián, ez a főső 4-es, 5-ösök, tehát a kisörlők, és alul meg a 6-os, 7-esek. Eddig, ami fölül volt, az volt lent is, most egy kereszteződés van, tehát a főső 4-es, 5-ös és az alsó 6-os, 7-esek tartoznak a tüdő vastagbél meridiánban. Itt már azért elég gyakran látunk a szemfogakkal ellentétben, ez egyik leginkább érintett meridiánunk. Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok embernek van vagy a tüdejével problémája, vagy az emésztése talán az még gyakoribb egy fokkal. És hogyha ezekben a meridiánokban levő fogak betegednek, vagy hiányoznak, akkor hát jönnek a kérdések, hogy egyrészt, hogy tud-e arról, hogy például a vastagbelével betegsége van, vagy a tüdejével van betegség. Mert nagyon sokszor a fogak még azelőtt tudnak jelezni, mielőtt az adott szervben egy betegség megjelenne. És ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség nekünk fogorvosoknak, akik ezt az információt hordozzuk, mert csak először azt érzékelem, akár egy kamasz gyereknél, vagy ifjú 20 éves fiatalnál, hogy a főső 4-esek, 5-ösök szuhasodnak, vagy az alsó 6-os hiányzik például, és akkor kiderül neki az emésztéssel semmi gond, de azért nagyon sok húsosat eszik, zsírosat eszik, és akkor már például egy diéta irányába tudjuk az illetőt irányítani. A tüdőt az hogy tudjuk erősíteni, de leginkább az, hogyha nem dohányzunk, illetve hogyha rendszeresen átszellőztetjük a tüdőnket. És hát hogy tudjuk szellőztetni? Hát a különböző sportok, a dinamikus sportok, de elég, hogyha csak rendszeresen naponta egyszer-kétszer 5-10 percet rászánunk arra, hogy légző gyakorlatokat végzünk. Vannak jóga légző gyakorlatok, például váltott orrlukú légzés, de ezernyi buteikó légzés, tehát különböző légzési technikák, légzési gyakorlatok vannak, és időjárástól függetlenül, a energiánktól függetlenül, most van kedvem, nincs kedvem, tulajdonképpen a légző gyakorlatokat minden nap el tudjuk végezni. A cél az, hogy tulajdonképpen az egész
tüdő felületünket, az összes kis alveolus légfolyamocskát átszellőztessük, mert a ülő életmódban gyakorlatilag alig az egyharmadát használjuk aktívan a tüdő lebenyeinknek és a tüdő hólyagocskáinknak. Tehát már attól, hogy én változtatok a táplálkozási szokásaimon, és mellette a tüdőmet támogatom légzőgyakorlatokkal, akkor már energetizálom ezt a rendszert, és akkor tulajdonképpen akár hosszú távon meg tudok akadályozni különféle betegségeket. Lépjünk egyet tovább, a gyomor, a lép és a hasnyálmi rész meridiánja lesz a következő, ezek a felső hatosok, hetesek, tehát a nagyörlők, és az alsó négyesek, ötösök, tehát itt van egy visszakereszteződés. Ha ebben a meridiánban levő fogakat látunk problémásnak, de mondjuk itt vannak gyökérkezelt fogak, akkor mindig rákérdezünk az illetőnek, például milyen a gyomra, van-e gázképződés, van-e reflux, bírja a nehezebb ételeket. Tehát tulajdonképpen a gyomor, ez egy ilyen szempontból nagyon hamar jelez, hogyha ott valami nincs rendben. És akkor itt már megint lépünk, hogyha látjuk, hogy itt probléma van, hogy akkor hogyan kéne étkezni, mert hogy a mai világban sajnos az étkezés egy, hát mintha egy futóversenyen lennénk, és bekapunk, mint a futók, egy banánt egy pihenő helyen. Tehát az, hogy én asztal terítsek, leüljek, gyújtsak netán egy gyertyát, elmondjak az étkezés előtt egy imát, vagy egy hálát, egy fohászt, hogy ez az étel az asztalomra kerülhetett. Hát ez nem, most tekintsünk így magunkban, nem minden nap tesszük ezt. És akkor még ehhez hozzá tartozik, hogy nincsenek külső ingerek, nem megy a rádió, tévé a háttérből, nem nézegetem, simogatom a telefonomat, hanem tényleg arra az ételre fókuszálok. Ezek annyira egyszerű dolgok, és mégis hát nagyon-nagyon kevesen élnek, étkeznek ennek a jegyében. Úgyhogy ilyenkor tulajdonképpen jön az egyszerű ajánlás, hogy nyugodtan, jól megrágva, és akkor már is itt vagyunk a fogaknál is, minden falatot 32-szer legalább rágcsáljunk meg, ráérősek 64-szer, és akkor tulajdonképpen sokkal kevesebb ételre lesz szükség, sokkal jobban meg tudom én emészteni azok az ételeket. És hát most nem beszélünk arról, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk, tehát hány ebetű van benne, borzalmasan már egy kenyérnek a leírásában, hogy mennyi adalékanyag, pótanyag van benne. Tehát meg kell válogatni azt, hogy mi is kerül belénk. A hasnyálmirigy, hát egyrészt mint a cukor szintünk szabályozó hormonjai miatt, másrészt az emésztésben is fontos szerepet játszik a hasnyálmirigy. Tehát, hogyha ebben a meridiánban támogatjuk a gyomrot, akkor rá kell kukkantsunk a hasnyálmirigyünkre. Illetve ott van a lép, ami egy ilyen nagyon rejtélyes szervünk, mert hogyha most itt megföltenném a kérdést, hogy miért is van az a lépünk ott, és mi ennek a funkció, esetleg ilyen kis emléknyomok lehetnek a középiskolából, hogy igen, itt a vörös vértestek itt bomlanak le, tehát itt a vértárolásban, vérlebomlásban van neki szerepe. De a lép ennél sokkal többet tud, sokkal nagyobb szerepe van a szervezetünkben. A lép ugyanis a ritmusnak a szerve. És akkor megint jön a kényes kérdés, hogy mennyire élünk mi ritmusban a hétköznapokban, meg az ünnepnapokon. Mit is jelent az, hogy ritmus? Az, hogy a fő tevékenységeket az életemben ugyanakkor, vagy közel ugyanakkor teszem meg. Tehát ugyanakkor kelek, ugyanakkor fekszem. Ugyanakkor vannak a főétkezések az életemben, ugyanakkor van a munka, ugyanakkor tehát van a pihenés. Akkor meg ez a napi ritmus, akkor ott van a tágasabban a heti ritmus, hogy akkor a vasárnap az tényleg az egy pihenéssel telik el, vagy szaladgálok vásárolni, tehát adok-e lazulást, kilégzést, kilégzési lehetőséget a szervezetemnek. Tehát itt megint gyulladt fel a piros lámpa, hogy hát igenis, mennyit szánok én magamra, mennyit szánok arra, hogy a szervezetem ritmusban legyen. Mert minél inkább ritmusban élem az életemet, annál jobban újjong a lépem, minél kevésbé, annál jobban leterhelem a lépemet, és akkor adott esetben a fogak is ezt jelzik. A heti ritmus után ott van a havi ritmus,
például a hold ciklushoz köthetően a hölgyeknél a, eleve a menstruáció ráhangolódik erre a ciklusra. Tehát tele vagyunk ritmikus energiákkal, tele vagyunk ritmikus dolgokkal, és vagy az évszakoknak a ritmusát itt Közép-Európában azért egész jó dolgunk van, megélhetjük a négy évszakot, tekintettel mondjuk az egyenlítőnél élők, trópuson élő emberekkel, tehát hogy ennek is hatása van. És itt most például bejön az is, hogy az étkezésre visszakanyarodva, hogy az adott évszaknak megfelelő zöldségeket, gyümölcsöket, ételeket fogyasztom, vagy télen is eszem a banán, vagy a narancsot, az epret, a paradicsomot, tehát hogy decemberben milyen az a paradicsom, ami az asztalomra kerülhet, tehát erre is érdemes odafigyelni. Az utolsó meridián, ami a bölcsességfogainkkal van kapcsolatban, az a szív és a vékonybél meridián. Nagyon-nagyon érdekes, én több fogorvos, holisztikus fogorvos kollégával vagyok kapcsolatban, és egyöntetően szinte, egy napi szinten megtapasztaljuk, hogyha valakinek a bölcsességfogával van valamilyen gond, begyulladt, beékelődött, elkezdett szúvasodni, stb., akkor nagyon gyakran az illetőnek van valami szív problémája, sőt már vannak olyan kutatások is, hogy a bölcsességfoggyulladások és az infarktusok kapcsolatban lennének egymással. Tehát tulajdonképpen a bölcsességfogunkra vigyáznunk kell, és hát ami szintén egy kórjelenség, hogy egyre kevesebb bölcsességfogat látunk, fogorvosok. 100-120 évvel ezelőtt egy Weston Price nevezetű kanadai orvos, kutató bejárt az egész földet, és fényképeket készített a különböző rasszoknak a fogairól, és gyakorlatilag a 20. század elején elmondható volt, hogy az Antarktisztól kezdve az északi sarokig az összes népcsoport, aki a földön létezik, hogy egészséges bölcsességfogak voltak, és megvoltak a bölcsességfogak, a helyükön voltak ezek a bölcsességfogak. És eltelt kb. 20-30 év, tehát önképpen a 20. század közepére oda jutottunk, hogy tólódódnak a bölcsességfogak, nem tudnak kiférni, mert bennmaradnak a csontban, nagyon sokszor most már csíra hiányt is látunk, ez gyakorlatilag már egy evolúciós lépés, hogyha nincsen hely a bölcsességfognak, akkor előbb-utóbb a szervezet akkor nem is gyártja le, mert máshova fordítja az energiáit. Tehát azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben már az kerül ritkaság számba, hogy valakinek kint van mind a négy bölcsességfoga, és mind a négy bölcsességfoga ép és tisztítható és rendben van. Külön kérdés az, hogy a beékelődött bölcsességfogakat ki kell-e húzni, el tudják-e tolni a fogsorokat, ezeket mindig egyedileg szoktuk megítélni, hogyha az adott fog körül nincsen gyulladás, tisztítható, akkor tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy akkor meg szoktuk őrizni őket, sőt most már olyan fogászati materiális technika olyan szintre jutott, hogy most már azt kezdett rutinszerű válni, hogyha mondjuk valakinek kihúznak egy felső hetes fogat, mert mondjuk menthetetlen, és oda mondjuk kellene implantálni, de nincsen elég mennyiségű csont, és akkor csontpótlást szoktak ilyenkor javasolni, tehát tesznek ilyen műcsontot az íny alá, ezt belenőnek a kis hajszálerek, és akkor lesz ott egy új csont, egy új műcsont. És akkor az új technika az, hogyha valakinek van egy bölcsességfoga, ami mondjuk hátul van ékelődve, nem vesz részt a rágásban, de épp egészséges, akkor kihúzzák ezt a bölcsességfogat, kiveszik belőle a lágy részeket, tehát az idegszövetet, ereket, és utána megőrlik ezt a fogat, ezt a bölcsességfogat, és ezt az őrleményt ültetik be például a felső hetes helyére, és sokkal jobb minőségű, sokkal gyorsabban csontosodó, igazi csont fogott kialakulni. Tehát a röntgenen már nem is lehet egy év múlva megkülönböztetni, hogy ott nem saját csont alakult, ezzel szemben a műcsont az 20 év múlva is látszik, hogy ott műcsont van. Tehát egy zárójel bezárva, hogy azért a gyakorlati fogászatban is vannak ilyen csodálatos változások, fejlődések. No, az előbb, amiket elmondtam itt most így kivetítve egy pár kulcsszó, tulajdonképpen még a szerveken túl néhány funkciót is megemlítenék. A metszőfogakról már szó volt, hogy a
az altest, a húgyhólyag, a petefészek, ennek a meridiánja, és hogyha például valakinél, például ilyen ágyba vizelési probléma van gyerekeknél, már mondjuk nagyobb gyerekeknél, vagy felnőtteknél megtermékenyülési probléma, akkor mindig meg kell nézni, hogy az adott szerv az rendben van-e, tehát hogy tehát tulajdonképpen a fogászat, vagy egy fogászati gócnál nagyon sokszor úgy hal el egy fog, mondjuk egy baleset során, hogy nincs annak külső jele. Főleg gyerekeknél fordul, és évekkel később hal ki az ideg, és mondjuk kialakul egy góc a gyökércsúcsnál, és ez hathat ugyanakkor aztán a petefészekre, a vesére, stb. És energetikailag gyakorlatilag megzavarja annak a szervnek a működését. A kisőrlők és a nagyőrlők, amelyek a tüdő vastagbél meridiánban vannak, a hajhullással és a melléküreg gyulladásokkal is kapcsolatban vannak. Tehát tulajdonképpen nem csak a főszervek, hanem az összes mirigyünk, a csigolyáink, a gerincfelő idegeink, mind-mind-mind, a bőrfelületeink, azok mind-mind-mind ezekben a meridiánokban beoszthatók. Már fogok mutatni olyan táblázatot, amelyikben látni fognak ezek a szervek. Egy picit szeretnék a kínai szervórára reflektálni. A kínaiak nem csak ezeket a meridiánokat írták le, hanem leírták azt is, meg megfigyelték, tapasztalták, hogy minden szervnek megvan a 24 órán belül a 2 órás csúcs üzeme. Tehát amikor az a szerv így maximálisan zakatol üzemel, és hát gyakorlatilag így a 12 szervrendszert beosztottak a 24 órában. Most nem fogom mind a 12 szervrendszert végbeszélni, de egy párra azért úgy reflektálnék. Mégpedig az esti, meg az éjszakai meridiánjainkra. Az epe meridiánja 11 órától van éjjel egyig, tehát az éjfél előtt plusz-minusz 1 óra. És nagyon fontos, hogy este, amikor én lefekszem, és azért fontos, hogy 11 előtt én aludjak, hogy amikor az epe meridiánon bekapcsol, akkor én már álomban legyek. És rögtön az epe meridián után jön a máj, az 1 órától a 3-ig, és az, hogyha valaki például este későn nehezet vacsorázik, tehát mondjuk egy nagy fogás megeszik, és úgy búj ágyba, gyakorlatilag amikor le van terhelve az egész emésztőrendszer, és az epe meg a máj dolgoz, mert gyakorlatilag a máj és az epe kéz a kézben vannak, a máj termeli az epét, akkor még az izmaimban, tehát hogy én éber vagyok éjfélkor, akkor az izmaimban van a vérem, és egyszerűen az emésztőrendszerem nem tud pihenni, nem tud méregteleníteni, nem tud dolgozni. Tehát hogyha meg lefekszem este 10-kor, akkor egy fél óra alatt átrendeződik az egész vérkeringésem, és a vér nem az izmaimban surran, hanem teljes gőzzel átjárja a májamat, és tud a májam méregteleníteni. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolgok vannak ennek a hátterében. A következő meridián, a szervóra szerint idő, az a 3 órától 5 óráig, ez meg a tüdőnek az ideje. Hogyha valakinek a tüdejével van problémája, akár egy tüdőgyulladás, akár egy aszma, vagy akár súlyos tüdőbetegeknél, ekkor mindig meg szoktak ébredni, és ilyenkor a legrosszabbak a tüneteik, tehát az éjjel 3-tól 5-ig. Ez egy, és fogunk majd látni, mert majd amikor átmentem itt a szerveken, és megbeszéltük a fogaknak a lelki témáit is, akkor meg fogok konkrét eseteket is mutatni, amikor ezek a szervórák is jelentőség teljesek lesznek. Még egy-két meridiánt nézzünk meg az időben. A tüdőt 5 óra után követi a vastagbél, tehát a vastagbélnek az ideje hajnali 5-től a 7-ig van, és tulajdonképpen jó esetben én reggel ebben az időszakban kelek föl, és jó esetben ekkor van az első székletürítés. Tehát hogyha valakinek reggel a ébredés környékén, ez az 5 és 7 órai sávban plusz-minusz 1 órát, azt mindig hozzászámolunk, mert még a mai napig itt ráncigálják az időt, és akkor most is lesz egy óra átállítás, tehát ez a plusz-minusz 1 óra azért az időátállítás után legalább egy hónapig még rá kell gondolni. De a lényeg az, hogy
hogy megveregethetjünk a vastag belünknek a vállát, hogyha nekünk reggel van az első nagy székletürítésünk, tehát ennek mindenképpen örülni kell. Vannak olyan kínai tanok is, akik azt mondják, hogy mert van, akinek még mindig délután van, pont 12 órával később, hogy ők azt mondják, hogy a hajnali székletürítéssel nem csak a salakanyag távozik a szervezetemből, hanem az előző napnak az összes szennye, gondja, feszültsége. A nappali székletürítés csak fizikai ürítés, tehát tulajdonképpen akkor csak az anyagtól szabadulok meg a salakanyagtól. Ezt is a kínaiak írták le. Utána a reggelinek az ideje, gyomori idő 7-től 9-ig, és akkor mehetnénk itt szépen tovább, de most erre nincsen idő. A ritmusról már sokat beszéltem, akik legalábbis Magyarországon a Waldorf óvodában nagy szokás, hogy ezt is még nincs a honlapunkon, de ki fogom tenni, úgyhogy lehet azért fotózni, csak jelzem, hogy elérhető lesz ez a táblázat, most nem kell ásolni. Tehát akiknek a gyermekei Waldorf óvodába járnak, ott az óvodában ott igenis megteremtik azt, hogy a hétfőtől a péntekig minden napnak megvan a maga gabonája. Ez is egy ősi tudás, hogy a különböző gabonák bizonyos bolygóminőségekhez kapcsolódnak, különböző szervekhez kapcsolódnak, és hogyha én eszerint próbálok étkezni, akkor megint a szervezetemet a nagy kozmikus rendszerbe könnyebben beillesztem, könnyebben harmonizálok a nagy rendszerrel, a bolygóenergiákkal, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt egy páciensem készítette saját kezével, egy hatalmas nagy, egy ilyen óriási nagy parafa táblára van beleégetve egy ilyen nagyon kedves meridián táblázat, a rendelőnkben az egyik helyiségben ki van függesztve. Annyi ennek a története, ezt kb. 15 éve kaptam, akkor tehát kezdtem először egy fogelemzéssel foglalkozni, hogy volt egy 28 éves páciensem, akinek volt egy bal alsó hatos problémás foga. Megnéztük, lyukas, nem lyukas, megröngeneztük, véletlen se legyen, semmi baj. Teljesen rendben volt a fog, teljesen rendben volt a fogágy, adtunk neki homeopátiát, mindennel próbáltuk megtámogatni, és csak-csak nem múltak a panaszaik. Fájt már, teljesen ilyen tanácsadónak voltunk. És akkor ez a hölgy eltűnt, és nagyjából másfél év után bukkant elő, és hogy kiderült, hogy időközben kiderült, hogy a lábszárán volt neki egy melanómája, egy kezdetleges rossz indulatú daganat, ami nagyon agresszív tud lenni, tehát hogy időben nem veszik észre, akkor nagyon hamar ad áttétezés, súlyos következményei lehetnek. De szerencsére neki időben észrevették, eltávolították, és azóta is jól van. És akkor a következő táblázat, amit itt mindjárt megmutatok, ez most nem is lehet úgy kivenni, csak a lényeg az, hogy ennyi, tehát ilyen hatalmas táblázatban összefoglalva az összes virígy, az összes bőrfelület. Lényeg visszatér az előző esetre, hogy utólag megnéztem ebben a táblázatban, hogy a hölgynek, ahol a daganata volt, ez a kezdetleges daganata, ugyanabban a meridiánban volt, ahol a hatosa. Tehát tulajdonképpen az a hatos egy ilyen kis piros lámpaként ott villogott, és hát gondoltunk, hát ez a tüdő vastagbél meridián, az teljesen rendben volt, sportolt, egészségesen étkezett, vegetáriánus volt. És hát a bőrig nem jutottunk el, tehát hogy mondjuk ez egy ritka szélsőséges eset, de akár ez is, és értelemszerűen a fogfájása rögtön elmúlt, amit megműtötték, rendben jött, úgyhogy pont került a történetre. Tehát hogy a meridiánok hát ennyire meg tudnak határozni, ennyi információt tudnak szolgáltatni nekünk, az más kérdés, hogy nem mindig tudjuk ezeket leolvasni. Most az első csomagot, a szervek és a meridiánok kapcsolatát félretesszük, és jön a számomra picit mondhatnám egy kicsit még izgalmasabb terület a fogelemzésnek, amikor a fogak és különböző lelki témáknak a kapcsolatát boncoljuk. És először néhány általános dolgot tisztázunk, az alapján már akárki otthon a tükör előtt egy kicsit tudja magát diagnosztizálni, hogy akkor melyik oldal az erősebb bennem, melyik oldal a gyengébb bennem. És akkor két fő fogívünk van, a felső és az alsó. A felső fogívünk az a
az éghez van közel, tehát minden, ami nem materiális, az a főső fogévünkbe van beivódva. Tehát ide vannak a vágyaink, a terveink, a spirituális igényünk, a művészetekhez való viszonyunk. Tehát minden, ami nem matéria megfogható, az a főső fogívnak a tematikája. Ezzel szemben az alsó fogív, az egy mozgékony, az a földhöz van közel, az a matériát hordozza, tehát a megvalósult konkrét munka, a feladatok, a rutinok, tehát mindent, amit én elvégzek, amit meg tudok fogni, aminek teste, anyaga van, az az alsó fogívnek a témája. Visszakanyarodva egy picit a főső fogívhez, az, hogy például valakinek milyen típusú a szájpadlása, az egyértelműen megmutatja, hogy milyen az illetőnek a spirituális igénye, a művész igénye. Kétfajta szájpad típus van, van a gótikus, amikor tulajdonképpen mint egy gótikus templomnak az íve, úgy helyezkedik, úgy alakult ki ez a szájpadcsont, és van, akinek lényegesen lapos, mint mondjuk itt a mennyezet, és akkor persze a kettő között vannak különféle átmenetek. És minél gótikusabb a szájpad, minél nagyobb az a tér, én azt is szoktam mondani, ez az én templomom, annál nagyobb az én igényem arra, hogy én művészetekkel foglalkozzak, hogy naponta mondjuk meditáljak, spirituális életet éljek, és akkor itt tulajdonképpen ide bármit be lehet csomagolni ebbe a térben. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy akinek tényleg ilyen nagyon nagy szápadlása van, azt szoktam mondani azoknak a pácienseimnek így fogelemzéskor, hogy neki, ahogy minden nap eszik és iszik, ugyanúgy naponta szálljon rá időt arra, hogy valami spirituális dologgal foglalkozzon. És akkor ő majd eldönti, hogy mit szeretne, de lényeg, hogy ez legyen minden napjainak a része, ez a dolog. Beszéljünk egy kicsit a szabályos fogívre. A szabályos fogív úgy néz ki, hogy a felső fogak vannak egy picit kívül, és az alsó fogak vannak egy kicsit belül, tehát a felső fogív egy kicsit kívül van, az alsó fogak belül van. Ez most csak egy ilyen demonstrációs eszköz, amivel fogmosást szoktunk tanítani, de gyakran itt nagyon szépen látszik, hogy a felső fogak kívül vannak, az alsók meg belül vannak. Miért van ez az egész? Azért van, mert hogy beszéltük, a felső a gondolkodás, a terv, az ötletek, a vágyak. Tehát jó esetben az ember előbb mindig megtervez valamit, kigondol valamit, és akkor utána megy le és cselekszik. Tehát előbb meggondolom, végtervezem, és utána cselekszem. És majd meg fogjuk nézni, hogy például a fordított harapásnál, a buldog harapásnál, hogy ez milyen érdekes más minőségeket tud hordozni. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog lesz. És akkor egy picit beszéljünk itt a fogazati rendellenességekről. A leggyakoribb fogazati rendellenesség a nyitott harapás, amikor az illető összeharap, és valamilyen szinten egy rés van a fogak között, tehát a fősők és az alsó fogak nem érintkeznek. Én azt szoktam mondani, hogy a fogívünk az gyakorlatilag egy várt fal, mert hogy van a külvilág, az egész univerzum, és vagyok én. A testem összes részét a bőr fedi, tehát ott van a határfelület a belsőm és a külvilág között, és a száj, az meg egy kitüntetett terület, mert mi történik, itt eszem, itt tudok levegőt venni, kiszáll a szó, kiszáll a beszéd, de adott esetben a csókraton és a szájunkon keresztül adjuk, tehát a száj az egy rendkívül izgalmas, sokoldalú, intim szervünk, és az, hogy én itt hogy zárom le magamat ebben az intim szervemben, ez megmutatja, hogy én mennyire vagyok nyitott a világ felé, vagy mennyire vagyok éppen zárt. És most visszakanyarodva a nyitott harapásnál, tehát a nyitott harapásos emberek, ha összezárják a fogsorukat, rés van, valamilyen szintű rés van a fogak között, vagy a frontájukon, vagy oldalt, vagy vegyesen. Azok az emberek, akiknek nyitott harapása van, nem tudják lehatárolni magukat a külvilágtól. Tehát nincs meg ez a várfal, van ott egy szellő, ott át tud járni a szél, ott kibe tudnak járni dolgok. És az ilyen embereknél elég gyakran látunk olyat, hogy úgynevezett ilyen extravertált, kifele élő, nagyon aktív emberek,
nincsen meg ez a határ bennük, mert jó esetben most egy valakivel, ha csak nem egy közeli barát, ismerős, vagy nem a feleségem, akkor tartok egy tisztes távolságot a beszélgetéskor. Ezek az emberek közel jönnek, mert nem érzékelik azt a személyes teret, ami mindannyiunkat körbevesz. Hogy ezeknél az embereknél gyakran találunk olyat, hogy sokat beszélnek, tehát nem áll be a szájuk, mondanak, már rég túl vagyunk valamin, mert hogy nem tudják, nem érzékelik a határt, hogy ő egy kicsit sok. Emögött sok minden lehet egy ilyen nyitott harapás mögött harapásra adott reakció mögött, hogy sokat beszélek. Ők végtelenek, tehát tudattalan szinten egy nyitott harapás egy végtelenség, és azzal, hogy én sokat beszélek, ezzel én irányítom a történetet, és kevésbé vagyok kiszolgáltatva a környezetnek. Ugyanakkor a nyitott harapás, hogy nálam sokszor egyáltalán nem érintkeznek például metszőfogak, tehát nem tudom leharapni, nem tudom lehasítani az ételt, de sokszor nem tudok lehasítani a világbeli dolgokat is, tehát ennek több szintje, több vetülete van ennek a harapási képtelenségnek, ami a nyitott harapásnál olyan gyakran előfordul. A másik szélsőség, ami már említett buldogharapás vagy keresztharapás, tehát a buldogharapás, keresztharapás, itt az állcsont fejlettebb, és tulajdonképpen az alsó fogak vannak kívül, a felső fogak meg belül. A buldogharapásnak is, vagy keresztharapásnak is sok típusa van, valamikor csak egy-egy fogga érintett, erre lesz majd egy konkrét példa, de lesz egy konkrét példa arra is, hogy valakinek egy teljes buldogharapása volt, és hogy például megműtötték, és hogy a műtétnek aztán milyen következményei lettek. Van egy jó barátom, akinek buldogharapása van, és ez pont az előző előadáson így szóba került a buldogharapás, és akkor elmondtam, hogy ezek azért ilyen akaratosak és agresszívek, és például a bűnözők között is több a buldogharapásos, meg a rendőröknél is, tehát akik ilyen kis erőszakban azért kapják a fizetést, vagy azért csukják le őket, mert erőszakosak. Nem szabad ez soha, megsértődött a barátom, hogy merek én ilyet mondani, egy művész lélek, egy képzőmész, egy jámbor lélek, aki légynek sártana, de valamiért, és akkor ezek a nagy rejtélyek, amikor nem minden evidens, tehát nagyon fontos, hogy az, amiről én most itt beszélek, ezt mindig egyénre kell vetíteni, nem lehet itt általánosítani, hogy akkor az oroszlán gyengyben születettek, azok mind bátrak és erősek, és akkor jöjjön bárki velem szemben. Tehát, hogy itt mindig azért meg kell nézni, és vannak helyzetek, amikor nem tudjuk megmagyarázni, hogy az illetőnek miért van az. De amiket én itt mesélek, és beteg történetek lesznek, azért ez a nagy átlag, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor azért teljesen stimmelnek ezek a dolgok. Egy kicsit most még belemegyünk a fogak és a lelki témáknak a boncolgatásával, még egy-két általános dolog, hogy a felső kvadránsok, ahogy mondtam, az alsó meg a konkrétum. Külön van a jobb és a bal oldal is, tehát a jobb oldal, az a férfi oldal, az a jövőt mutatja egy kicsit, a bal oldal a női oldal és a múltat mutatja. Tehát, hogy ha például csak a jobb oldalon látunk beteg fogakat, vagy hiányzó fogakat, és a másik oldalon nem, akkor ott például a férfi energiával van valamilyen története az életünknek. És akkor még részletesebben lemegyünk most már az egyes fogakhoz, és el kell mondanom, hogy vannak fogak, amelyeknek egyéni témájuk van, ilyenek például a metszőfogak, de ilyenek lesznek majd a hatos fogak, és vannak olyan fogak, amelyeknek csoport témája van, amikor például az összes négyes fog ugyanazt jelenti. Még egy szót arról, hogy ez a fogelemzéses történet a kínai orvosláshoz képest még ilyen gyerekcipőben sem jár, ugyanis nagyjából 50 évvel ezelőtt Franciaországban néhány fogorvos elkezdett azzal foglalkozni, hogy utána menjenek ahhoz, hogy a fogak nem csak a szervekkel vannak kapcsolatban, bizonyos lelki témákat is hordoznak. És akkor összegyűjtöttek néhány száz embert, panorámaröntgen, gipszmintát, és egy nagyon részletes ilyen életút anamnézi sort töltettek ki velük, hogy akkor lássák, hogy hogyan alszanak, mitől félnek, milyen a kapcsolatuk szülőkkel, a munkájukkal, stb. És akkor körvonalazódott az, hogy bizonyos témák azért fogakhoz kötődnek.
És akkor az egyik legmarkánsabb terület, amit ezt a fogelemzésben mindig fókuszban tartunk, a metszőfogak története, mégpedig a főső metszők története, és akkor eszerint a jobb főső egyes, tehát a nagy metsző, az az apafog, illetve a férfi archetípusnak a foga. Az apafog nem csak az én apámat jelenti, hanem a nagyapámat, ükapámat, dédapámat, tehát mondhatjuk Ádámig visszamenőleg a teljes férfi őseim vonalát mutatja ez a jobb főső egyes. A férfi archetípus meg az azt jelenti, hogy az ideális férfi, aki erős, aki bátor, aki egyenes, aki nem hunyászkodik meg, tehát a tiszta férfi, aki óv, véd, tehát aki a tiszta férfi, amit Jung írt annak idén 100 évvel ezelőtt. És ennek a megfelelője a bal oldalon, a nő bal oldali egyes, az a női minőség, tehát az anya, nagymama, dédmama, stb., illetve a női archetípus, a szeretet, a befogadás, a táplálás, a feltétel nélkül elfogadás, ezek mind-mind a női archetípusnak a jegyei. És akkor ott vannak mellett a kettesek, a kettes fogak jelzik a viszonyt, tehát például a jobb felső kettes fog, kismetsző, jelzi a viszonyt, a viszonyomat az apámhoz, a nagyapámhoz, a férfi vonalaimhoz, illetve a férfi minőséghez. A bal oldal meg ugyanez nőből, tehát a bal oldali kettes a viszonyom az anyához, a női archetípushoz. És akkor ezekre a fogak, hogyha elkezdnek szuhasodni, gyökérkezeltek, baleset éri őket, rengeteg frontfog baleset mögött nagyon szépen látszik, hogy milyen konfliktus van az apával vagy az anyával. Ezek nagyon izgalmas dolgok. De maguk a fogaknak a helyzete is nagyon izgalmas, ugyanis normális esetben a fogak érintkeznek egymással, és egy ívben vannak. És hogyha mondjuk egy jobb egyes előtte van a bal egyesnek, és így takarja, akkor egy elnyomó férfi van ott abban a térben. Tehát, hogy egy diktatórikus apa például, hogyha fordítva van, a férfi fog van, a jobb egyes van hátra a bal egyeshez képest, akkor ott például ilyen papucskormány működik, és akkor ott meg a nő a domináns. De az is számít, hogyha rés van, tehát a középvonalban nem érnek össze a fogak, hanem rés van a két fog között, ennek is rengeteg következménye vagy a háttere lehet. Gyakran látunk ilyet, ahol válás történt, akár az ősök szintén, akár a jelen életben, de az is problémát, azt a problémát is jelezheti ez a rés középvonalban, hogy nem tudom én, a férfi és a női minőséget nem tudom összhangba hozni, tehát például párkapcsolati problémák is megjelenhetnek, tehát hogy nem tudok harmóniába kerülni a másik nemmel. Nemrég egy hónappal ezelőtt volt egy páciensem, nagyon régóta jár hozzám, egy 48 éves fiatalember, és be volt itt neki nagyon csúnyán gyulladva ez a kettes, a bal kettes területe. Nagyon rég jár hozzánk, tehát mondhatom, hogy kontrollra jár, és már évekkel ezelőtt látszott a panoráma röntgen felvétel, hogy ott neki a csontja nem az igazi, de most valamiért így belobbant ez a bal kettes és bal egyes zónája, tehát ez a főső női vonal. És akkor beszélgettünk mindenféléről, és tulajdonképpen kimondta egy idő után azt a mondatot, ami számomra megfejtés hozta, hogy ennek a fiatalembernek a felesége több mint 10 évvel idősebb nála, és annak ide, amikor 20 évesen, tehát közel 30 éve már házasok, mikor közel 30 évvel ezelőtt feleségül vette, már akkor a környezete, hiába voltak ők harmóniában, piszkálták, hogy na, meg fog öregedni, mi lesz aztán, tehát hogy ez a korkülönbség, ez később problémát okozhat. És akkor most, ahogy beszélgettünk ennek kapcsán, akkor kimondta, hogy ő igazából ezt soha nem dolgozta fel. Annak ellenére egy harmonikus kapcsolatban sok gyerekük van, tehát egy igazi szép család. Ő soha nem dolgozta fel azt a traumát, amit a környezete okozott benne, és akkor emiatt gyakorlatilag ennek a két fognak a tartó szerkezete, a csontja kezdett meggyengülni, és visszafele húzódni. Uh,
Menjünk tovább, a szemfogakra már említettem, amikor a szervekkel való viszonyt vázoltam, hogy nagyon-nagyon fontosak. Ezek a vitalitásnak a fogai, tehát az életenergiát hordják ezek a hármas fogak. Meg lehet figyelni, hogyha mondjuk elmegyünk Gyimesbe, vagy olyan helyre, ahol nem sok fogorvos jár, illetve az emberek nem járnak fogorvoshoz, oda-vissza, és tulajdonképpen a fogászat abból áll, hogy kihúzzák a beteg fogat, vagy kilazul, de nem csak Gyimes bárhova, ahol mondjuk a fogászati kultúra hát kívánni hagyott, hagy maga után, kívánni hallott hagy. Az utolsó fogak, amelyek megmaradnak, azok a szemfogak szoktak lenni. Tehát akár 4 szemfog, vagy 2 szemfog, mert hogy ezek hordozzák az életenergiát. És amennyiben ezeket a fogakat erőszakkal kihúzzák, mert nagyon sokszor előbb-utóbb mondjuk elmegy egy ilyen ember egy fogorvoshoz, és csinál neki egy fogsort. Sokkal egyszerűbb és olcsóbb egy teljes kivehető fogsort elkészíteni, még úgy, hogyha van ott 2 fog, mert azt ki kell kerülni, arra kapcsot kell tenni, stb. Tehát nagyon sokszor erőszakkal indokolatlanul kihúzzák ezeket a fogakat, és látjuk, és az irodalom is leírja, hogy ezek az emberek utána, pláne, hogyha mind a 4 kihúzzák, egy ilyen nagyon gyors hanyatlásnak indulnak el, tehát egyszerűen csak megbotlik, eltörik a combcsontja, és leépül, és előbb-utóbb meghal, vagy valami súlyos betegséget összeszed. Tehát nagyon fontos tudni, hogy a szemfogak rendkívül lényegesek, minden fog fontos, de energetikailag a szemfogaink a legértékesebb fogaink. És előfordulnak esetek, amikor a szemfogak fönn benn maradnak az álcsontban, a főső álcsontban, valamiért nem tudnak lejönni, olyan a szögállásuk, és heroikus munkával, de ezek mind-mind klasszikus fogszabályzásra hozhatók, tehát magyarán fölmetszik ilyenkor a szájpadot, egy kis húrkot kap az a szemfog, és akkor behúzzák lassan, ez 1-1,5 éves folyamat, és be lehet rakni a fogívbe. Tehát ez az a beavatkozás, amit érdemes időt, energiát és pénzt szállni, mert hogy ez egy fontos dolog. Ez főleg fiatal korban, ilyen 14-16-20 éves korban szokott ez kiderülni, és akkor szokták ezeket megoldani. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a szemfogak. Mondok megint egy konkrét példát, ez még a nyáron történt, hogy egy idős páciensemnek ki kellett húzni a szemfogát, mert gyakorlatilag nagyon súlyosan begyulladt, és teljesen esélytelen volt megőrizni, és akkor az illetőnek így a hozzátartót elmesélték, hogy azelőtt az édesapa, aki egy ilyen nagyon aktív, nagyon biztos lábokon álló ember volt, megbotlott, gyengékedett, elkezdett teszetoszáskodni, tehát hogy az a friss, vitális, hiába volt 70 fölötti a bácsi, teljesen jó aktív életét, és csak egy szemfogát kellett kihúzzuk, és már is megbomult ez az energetikai rendszer, és már a környezet is észrevette, hogy valami nincs ott rendben abban a szervezetben. Következő fogcsoport a kisörlők, a 4-es fogak. Nekik csoport témájuk van elsősorban, ők az akaratnak a fogai. Tehát az, hogy én képviseljem magam a világban, tehát amit én eltervezek, amit meg szeretnék valósítani, ezt a minőséget ez a 4 fog hordozza. Ez eddig minden rendben van, de a rossz információ az, hogy a klasszikus fogszabályozáskor, amikor rögzített készülékkel rendezik a fogat, és valakinek torlódása van, tehát nem szépen áll több a fog, mint amennyi a hely, akkor akár 2, de sokkal gyakrabban 4-4-es fogat szoktak kihúzni, anélkül, hogy tudnának, hogy ezeknek a fogaknak a témájáról. Tehát nagyon fontos, hogyha bárkinek a gyereke, szomszédja, barátja, akárkinek 4-es fogakat akarnak fogszabályozás nélkül húzni, hát ezt meg kell gondolni. Most nem azt jelenti, hogyha már valakinek kicsonkolzák ezeket a fogakat, és már nincs a szájában, hogy akkor ő egy akaratgyenge ember, szerencsére nem ott vagyunk, de kétségtelen azok az emberek, akiknek, de amúgy lehet például egy szúvasodás miatti fogelvesztés is, tehát nem csak az egészséges épp 4-es fogakra gondolok, hanem arra is, hogy betegség miatt mondjuk nem lehet egy gyökérkezelni, egy fogat is kihúztak. Tehát minden 4-es fognak a hiánya, az én akaratomnak a kifejeződését gyengíti. Nem tudják elvenni persze, de sokkal több energiát, sokkal több tudatosságot igényel az, hogy,
hogyha nekem a négyes fogaim hiányoznak. Tehát egy szó, mint száz, vigyázzunk a négyeseinkre, meg a környezetünknek a négyeseire is. Jönnek az ötösök. Az ötösöknek egyrészt van egy csoport témája, én úgy szoktam nevezni, hogy a művészet, az alkotásnak a foga, ugyanis minden emberben él egy művész, és nem feltétlenül a festményeimet a Szép Művészeti Múzeumban kell kihelyezni, vagy az általam komponált zenedarabot a Zeneakadémián eljátszani, de fontos az, hogy én megtaláljam azt, hogy melyik az a művészeti terület, amihez nekem bejárásom van, és lehet, hogy csak otthon írok haikukat, és a fiókomban tartom, vagy megmutatok a feleségemnek, de valami történjen, tehát, és ez nagyon fontos, és az, hogy valakinek milyen művészeti ágban van kicsi tehetsége, vagy egy kis érzékenysége, az leginkább a gyerekkor megmutatja, hogy na, én már gyerekkoromban is szerettem volna zongorázni, de nem volt zongora a házban, vagy nem volt pénz rá, vagy nem volt tanára közelben. Tehát érdemes, vagy verseket írtam, szerelmes verseket írtam. De bármi, tehát itt szobrászkodás, minden, ami nem egy céltudatos tevékenység, hogy én mondjuk valamit készítsek egy széket, bár mondjuk egy szék is lehet művészi tevékenység, vagy éneklek, kórusba megyek. Tehát mindenki nézze meg, tekintsen magába, és gondolkozzon el, hogy ad-e teret ennek, nem feltétlenül minden nap, de hétvégén, szabadidőben, vakációban, hobbiként, és akkor mindenkit bátorítsam, hogy felváltozzon, hogy fessen, írjon, énekeljen, táncoljon, úgyhogy éljük meg a bennünk levő művész. Az ötösöknek vannak ilyen kis saját kis témái is, kiemelném ezek közül a bal felső ötöst, ugyanis a bal felső ötös az a, röviden összefoglalva, a sors, a karmának a foga. Tehát akkor látjuk ezt a bal felső ötös begyulladni, panaszkodni, amikor az illetőnek valami sorsfordító döntést kell meghozzon. Tehát amikor most jobbra megyek, balra megyek, maradok, elköltözök, megnősülök, elválok, elköltözök a családi házból, világgá megyek. Tehát amikor ilyen nagy dolgokat kell én eldöntsek, és hogyha ebbe én beleragadok, és nem a saját utam, nem a saját fejlődésemet szolgáló úton járok, vagy nagyon beleragadok ebbe a dilemmázásba, akkor szoktak ezek a fogak gyakran begyulladni, vagy akár olyan szinten megbetegedni, ki kell őket húzni. Ha valakinek meg hiányzik a bal felső ötöse, akkor érdemes visszakutatni, hogy vajon ezt mikor húzták ki, és akkor milyen életfeladattal küzdködtem, birkóztam. A metszőfogakon kívül számomra az egyik kedvenc fogcsoport, vagy a másik kedvenc fogcsoport az a nagyőrülőknek, a hatosoknak a témája. A hatosoknak egyéni témája van, tehát nincs nekik csoport témájuk, mint az ötöseknek, négyeseknek. És akkor most mindegyiket szépen végigvesszük. Indulunk a jobb felsőre. A jobb felső hatos az a rang, a tekintés, az elismerésnek a foga. Ez azt jelenti, hogy megkapom-e én azt a figyelmet, megkapom-e azt a elismerést, a környezetemből, de ez lehet a családi környezet, lehet a munkahelyi környezet, lehet egyáltalán a baráti kör, ami nekem úgy amúgy hiár, mert én létezem, de én minél idősebb vagyok, annál több tapasztalatom van, annál bölcsebb vagyok, annál inkább több diplomám van, annál több dolgot megtapasztaltam. Tehát minden embernek jár egy tisztelet, egy figyelem, és hogyha valamiért én ezt nem kapom meg, vagy nem annyit kapok, amennyire nekem vágyam van, akkor ez a fog be tud durranni. És mesélek egy korábbi történetet, rengeteg hatos történetem van. Egy 45 év körüli hölgynek egy gyönyörű porcelán, pontosan cirkon hídja volt, a szemfogtól ment hátra a hatosig, az ötöse és a négyese hiányzott, tehát egy négy tagú híd volt, fénymentes, gyönyörű volt a pótlás, megfájdult a hatosa fölön. És akkor
megint röntgeneztük, homeopátia, segítettük, amivel lehet, kapott még antibiotikumot is, mert azt mondta, hogy nem szeretné ezt a hidat. Már kiderült, hogy olyan görbék a gyökerek, hogy ezt nem lehet gyökérkezelni, tehát hogyha ez hozzányúlunk, akkor húzni kell, és akkor egy hatalmas nagy sorvégi hiány lett volna, mert hogy a 7-es, 8-es neki hiányzott. És akkor megbeszéltük, hogy a gyomra rendben van, az emésztése rendben van, stb. Mert ez a gyomorlép hasnyálmirigy terület, ritmusban él, nagyon tudatosan. És akkor föltettem a hölgynek a kérdést, hogy mi újság a tekintélye, az elismertsége, megkapja azt a figyelmet, azt a tiszteletet a környezetétől, amit ő megérdemel. És akkor egy szempillantás alatt itt megnyíltak a könyvcsatornya, és szó szerint elkezdett perceken át zokogni, úgyhogy adtam sűrűn neki a zsebkendőt. És hát kiderült, hogy ő egy, nem tudom hány, most már pontosan hány diplomája van, de több egyetemet végzett, több nyelven volt nyelvvizsgálja, tehát egy ilyen túlképzettnek is mondható hölgy volt. És hogy egy olyan munkahelyen van, ahol gyakorlatilag ilyen középkáderi munkája van, tehát rengeteg ember van fölötte, és azt a tudást, azt a tapasztalatot, azt, amit ő magába befektetett ott az 20 éves kora óta, az senki nem, sem anyagilag, sem erkölcsileg nem becsülik meg, és már régóta gondolkozik, hogy kéne váltani, de valahogy nem jött meg a lépés. És akkor tulajdonképpen ez a felismerés, hogy ez a foga ezért sikoltozott, ezért kiáltozott és ezért fájt, hogy tegyél már valamit, és ő elment, fölmondott gyakorlatilag rövidön belül, megtalálta azt a munkát, ahol kiteljesedhetett, és a foga, az a higgya, meg a hatos azóta is a szájában van. Tehát ezek mind-mind olyan érdekes történetek, hogyha nem tudtuk volna, hogy itt van az az ösvény, amivel megértjük ezt a problémát, akkor neki már rég implantátumai lennének ott, vagy kihevhető fogsora rosszabb esetben. Tehát ezért fontos tudni egy-egy fognak az üzenetét, mert sokszor ott van a megoldás, hogyha ezt mi megértjük. Lépjünk tovább. A balfős hatósnak, ha szeretném definiálni a témáját, az azt tudom mondani, hogy ez azt mutatja meg, hogy meg tudom-e fogalmazni magamnak a saját érzéseimet, érzelmeimet, tehát ez egy önismereti fog, tehát meg tudom-e magamnak fogalmazni az érzéseimet, érzelmeimet, és ezt ki tudom-e a világba kommunikálni, tehát ki tudom-e mondani az illetőnek, hogy most megbántottál, vagy éppen, hogy örülök, hogy látlak, tehát nem csak negatív, hanem pozitív érzéseknek a kommunikációjának a foga ez. Gyakorlatilag ez majdnem mindnyájunkat érintő dolog, tehát hogy nagyon fontos az önismeret, nagyon fontos, hogy tisztában, hogy magunknak legalább ne hazudjunk, tehát hogy magunkkal szemben tiszta képünk legyen, és a külvilágból bárki bánt minket, vagy bárhonnan jön egy sérülés, akkor sértés, akkor én ezt megvédjem, ki tudjam asszertíven mondani, hogy te most megbántottál, tehát én még nem haragszom rád, de ha már kimondom, hogy te megbántottál, vagy fáj, amit mondtál nekem, akkor már rendben vagyok, és akkor ez a balfőső hatoson is rendben marad. Tovább lépünk a bal alsó hatos, itt már emlegettem, hogy ő a szeretet fog. Tehát tulajdonképpen az, hogy én megkapom-e azt a szeretetet, amire igényem van. Különböző szeretetigényű emberek vannak, és különböző korszakok is vannak, mert más, amikor egy gyerekkorban milyen szeretetre vágyunk, más felnőtt korban, amikor milyen szeretetre vágyunk. Tulajdonképpen ez a leggyakrabban hiányzó fogunk amúgy. Tehát, hogyha megnézzük, hogy 100 embert behívunk egy fogorvosi székbe, és megvizsgáljuk a fogaikat, a leggyakrabban hiányzó ez a bal alsó hatos szokott lenni. Voltak esetek, amikor például úgy durrant be egy 9 éves kisfiúnak a foga, hogy teljesen épp volt az a hatosa, és két nappal ezelőtt bejelentette az édesapa, hogy elhagyja a családot, már jött is az új gyermek az új hölgytől, és gyakorlatilag ez egy ilyen villámcsapás volt, és pláne egy 9 éves gyerek, aki tudjuk, hogy a Rubikon korszakot éli meg éppen, ez egy nagyon érzékeny időszak egy gyermek életében, jön egy ilyen csapás, hogy az apa, a szeretett lény ott hagy engem, mert úgy éli meg, hogy ő van cserben, nem vagyok szeretve, nem szeret az apám, és úgy begyulladt a hatosa, hogy gyakorlatilag azon mondjak érkezelni kellett, amit mondjuk 9 éves korban ritkán szoktunk megtenni.
És lesz is itt mindjárt egy ilyen... Ignáció lenne. Annyira egyértelmű volt a gyulladás, hogy egyszerűen nem volt az a gyógyszer, ami segített, tehát nem lehetett hozzáérni. Tehát két éjszakát nem aludt, hogy úgy jöttek, hogy oldjuk meg a helyzetet, mert nem bírják. És most egy picit előugrottam, hogy legyen egy ilyen kis képi helyzet is egy ilyen történetről. Annyit kell tudni, hogy a panoráma röntgeneken tükörképben látjuk a falakat. Tehát ez a jobb oldal és ez a bal oldal. Ez egy 9 éves kislánynak a hatosa. Itt a hetesen egy ilyen csíró állapotban van. És lehet látni, hogy ennek kicsit elmosódott a felvétel, hogy egy akkora szúvasodás van, hogy a fognak a legbelső részébe, az idegkamrába is bement a szúvasodás. Ez egy kislány, akit a nagymamája rendszeresen hozott hozzánk a rendelőbe, 3-4 havonta jött kontrollra, és tulajdonképpen minden rendben volt. Amikor legutoljára nálunk volt, ez szintén egy régebbi történet, januári hónapban volt nálunk kontrollon, és az összes foga rendben volt, a fogak a foglántásnak megfelelően voltak, ezek még itt átmentők 4-esek, 5-ösök, tehát hogy szépen megvannak a fogak. És eltelt 4 hónap, május és májusban ezt a panoráma röntgent készítettük róla, ugyanis ez egy ilyen szúvasodás, hogy kialakuljon, ez jó esetben évek története, és neki 4 hónap alatt romlott illetve, de a foga pontosabban 3 hónap alatt, és erre a májusi történetre már az édesanyja hozta. Tudni kell róla, hogy a szülők külföldön dolgoztak, és mindig csak karácsonyra jöttek haza. A nagymama nevelte kiskorától kezdve, és a nagymama februárban meghalt. És az egyetlen szeretett lény, aki eltűnt az életéből, a szeretett fogát tönkretette teljesen. Tehát, hogy ha nem láttam volna, nem hinném, hogy ilyen tud történni. Tehát tulajdonképpen a haláleset volt februárban, ez még májusban, tehát ilyen ennyi idő alatt, és hát ez is menthetetlen volt. Ugyanakkor meg érdekes, csak ez ilyen kis csemegeként, hogy a jobb oldalon ez a két fog, az 5-ös és a 4-esnek a csontfog csírája, a bal oldalon ez a 3-as, ez a 4-es, és hiányzik az 5-ös. Tehát neki az 5-ösnél csak a tejfoga van, és nem is lesz neki soha csontfoga. És ezek mindig nagyon érdekes dolgok, hogy mit jelent az, hogyha valakinek csíra hiánya van. Majd mindjárt itt szó lesz, illetve majd visszalapozok itt egy pillanat, hogy egyszerű lesz. Az a foga, ami nem alakult ki, ez a 35-ös foga, a bal alsó 5-ös, hogy hogyan tudom integrálni az anyám energiát a lényünkben, ahogy az édesanyám nincsen itt, és évente csak 2 hetet látom, akkor az nem létezik. És az, hogy neki az 5-ös nem alakult ki, az nem a 3-4-5 éves korában, hanem ez már tulajdonképpen a fogfejlődés az a fél éves korban elkezdődik, sőt már egy születés után nem sokkal, a csontfogak fejlődése, mert a tejfogak azok a várandóság alatt készülnek, alakulnak ki. Tehát itt most jön a kérdés, hogy most itt mi is volt a tyúk vagy a tojás előbb, ez az ő sorsa, és hát az antropozófiában azt halljuk, hogy igenis a gyerekek minket választanak, tehát ő választotta azt a szülőt, ő választotta azt a sorsot, és ez megjelent neki materiális szinten is, hogy az anyai energiát hordozó fog az ki se alakult neki, és neki egész életében, illetve fél életében ott lesz ez a tejfog, majd előbb-utóbb kap egy implantátumot, hogyha kilazul meg, hogy az életet nem tudnak végigkísérni. Tehát, hogy ezek ilyen mindig úgy végfut a hideg a hátamon, amikor ezekkel rálátok, és így napi szinten ezekkel így találkozok. Regesztinálkozós. Igen. Az utolsó nagy örlő, amiről még beszélünk egy kicsit, a jobb alsó 6-os. Ennek kettős témája van ennek a fognak. Az egyik témája a munkahivatás. Zárójelben jegyzem meg a szeretett fogok mellett, ez a másik nagyon gyakran hiányzó fogunk. Tehát a munkahivatás az azt jelenti, hogy én azt a munkát végzem el, amire én leszülettem a földre. Tehát, hogy én valamilyen kényszerpályán vagyok, mert annak idején nem vettek föl az egyetemre, vagy nem volt a szüleimnek
pénze, hogy tanítasson, vagy ezer oka lehet, hogy nem azt csinálom, hogy a dédapám is fogorvos volt, és én is csak fogorvos lehettem, nem volt más választás. Ilyeneket is ismerünk, pedig én mondjuk színész lettem volna, vagy művészettörténész. Szóval, hogy tényleg én azt csinálom, és nagyon gyakran látunk már olyat, hogy 40-50 évesen az ember vált, és akkor végre az élete maradék részében, hátralévő részében azt teszi, azt cselekszi, ami feltölti. Mert amíg munkába járok, és munkát végzek, az hogy mondjam, az gyanús, de amikor a hivatásomnak élek, akkor egyszer van egy áramlás, akkor minden, amit kezemből kijön, az egy áldás. És hát fontos az, hogy mindannyian, minél többen hivatásunknak éljünk, és ne csak pénzt keressünk. A másik témája ennek a fognak a halál újjászületés, ez konkrétan azt jelenti, hogy mennyire tudok lezárni dolgokat az életemben, és mennyire tudok megújulni. És ez mindenre vonatkozik, akár materiális szinten arra, hogy valaki gyűjti a tárgyakat, és nem fér be, mert ennek szindróma, és nem legyenek messzi szindróma, hogy kiszorítanak a tárgyak a tereimből, és akkor elköltözök egy nagyobb házba, aztán még nagyobba, és futok a tárgyaim elő, mert egyszerűen megfullasztanak. Tehát a tárgyakat néha le kell selejtezni, el kell ajándékozni, ki kell dobni, el kell adni, garázsvását kell tartani. Tehát, hogy a tárgyaknak ne legyünk a rabjai. A másik, ami szintén ide tartozik, az, hogy a helyhez kötődök. Tehát, hogy ebben a házban lakott a dédapám is, és akkor én is itt élek. Tehát, hogy a költözés, a munkahelyváltás. De akár az is ide tartozik, hogy meg tudok-e én valakinek bocsájtani, aki engem régen megbántott, megcsalt, bármi. Tehát, hogy a megbocsájtás, az elengedés, a régi traumáknak az elengedése. Tehát ne legyenek személyhez kötődő láncaink, mert ezek mind láncok, ezek a kötődések, ezek az el nem engedések. Korlátozzák a szabadságunkat. Úgyhogy itt megint mindenkinek benézhet otthon a tükrében, hogy hogy áll ez a jobb alsó hatosa, vagy akár ki is tapogathatja. És akkor ezeket a témákat így végig lehet futtatni az életben. Amúgy eleve például van a hetesség az életünkben, minden 7 éves időszaknak megvan a saját feladata, és ha ezeket a feladatokat én jól teljesítem, akkor tudok továbbépni, tudok fejlődni. Más a feladatom 21 éves kortól mondjuk 42-ig, vagy 42-től 63-ig. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek meghatározzák az életünket, hogy azt éljük-e, amit éppen meg kell most éljünk. A hetes fogaknak egy nagy csoport témája van, ez a viszonyunk a környezetünkhöz, vagyis a kapcsolatoknak a foga. Itt benne vannak az általános kapcsolatok, benne vannak az intimek kapcsolatok, például a bal felső hetes fog mutatja azt, hogy vagyok én azzal a személlyel, aki vagy azokkal a személyekkel, akik lelkileg a legközelebb állnak hozzám. Tulajdonképpen itt a párkapcsolat, ezek a legszorosabb kapcsolatoknak a minőségét mutatják ezek a fogak. És maradt még a bölcsesség fog. Tulajdonképpen a bölcsesség fog az a fog, ami a nevében hordozza, hogy bölcsesség. Ahány nyelven néztem, mindenhol bölcsesség fognak hívják a bölcsesség fogat. Egyrészt, mint mondtam az elején, hogy egyre gyakoribb, hogy nincs bölcsesség fog. Én ezt úgy szoktam fordítani, hogy a mai világban kezd hiánycikké válni a bölcsesség. Tehát, hogy az idős emberek, akik évszázadokon keresztül átadták a tudásukat, tapasztalatukat a fiatal generációnak, és volt az öregek tanácsa, vagy akik döntöttek, bármilyen kultúrában nagy tisztelet övezte az időseket. Hát sajnos azért van bőven kivétel, de azt látjuk, hogy akár a televízió, ezek a sorozatok teljesen elbutították az időseket. Tehát annyira, hogy mondjam, kiszívták ezeket a minőségeket, amelyek mindig meghatározták a bölcs időseket, hogy hát kevés az a bölcs nagypapa, nagymama, vagy akár független élő idős ember, akinek tényleg érdemes az ölébe ülni és meghallgatni, vagy szembeülni vele, és meghallgatni az ő élettapasztalatait. Amúgy a mi életünkben
A bölcsesség azt jelenti, hogy eljutok arra a szintre, hogy az élettapasztalataim befolyásolják a cselekedeteimet. Tehát hibázni mindig lehet. Néha még kétszer is hibázunk, de ha már harmadjára elkövetjük azt a hibát, akkor már komolyabb önvizsgálatra van szükségünk. Tehát az élettapasztalatunkat leszűrjük-e, és jobbá válunk-e, bölcsebbeké válunk-e, okosabbaká válunk-e. Tehát, hogy számomra a bölcsesség ezt jelenti. No, rápillantok az órára. Most legyen egy kis szünet, vagy még egy negyed órát mennénk, és akkor utána... Én igazán úgy gondolom, hogy... A felénél vagyok, legyen minus. Hát, hogy a témát befejezzük, néhány esetet ismertetnék, és akkor lehet, hogy nem mind a négyet, de mondjuk kettőt legalábbis, hogy befigyelem az órán. És most lesz néhány panoráma röntgen, úgyhogy mindenkit egy kicsit bevezetek a fogászati panoráma röntgen értékelésének rejtelmeivel. Hát azt már megbeszéltük, hogy ez a jobb oldal, ez a bal oldal. Ami ennél a fiatal embernél, ami ki 40 fölött van már, hogy hiányoznak az alsó hatosok, hát beszéltem, hogy a leggyakrabban szeretett fog hiányzik, meg hiányzik a hivatás fog. Hátról meg fölött egy bölcsesség fogadta, távolítottak el, illetve van egy hetes fog, ami gyökérkezelt. A gyökérkezelt autóban lehet fölismerni, a kis fehér csípok vannak, a gyökértömésnek van egy ilyen röntgen árnyéka. És ami nehezebben látszik, de tulajdonképpen neki van itt egy egyese, ami hiányzik. Tehát tulajdonképpen a bal egyesét balesetben elvesztette, és ott neki hiányzik. Ha meridián szinten nézzük a fogait, akkor egyrészt a vese meridiánnak látjuk a gyengeségét, mert egy nagy metsző hiányzik. Másrészt a tüdővastagbél meridián gyenge, mert két fog is hiányzik itt lent, illetve a gyomor léphasnyál négy területe is. A fiatalember elmesélte nekem, hogy hát nagyon nehéz családi körben nőtt ő föl, és most kimondok egy szót, amit még eddig nem beszéltünk, de többször fog most az elkövetkező egy órában elhangzani, az az ősbizalom. Az ősbizalom azt jelenti, hogy mindannyiunk életét meghatározza, hogy az ősbizalmunk az milyen lábakon áll. Az első dolog az, hogy én amikor megfogantam, akkor én egy tervezett gyermek voltam, vagy egy balesetből, vagy egy erőszakból fogantam. Nagyon sokféle variáció lehet a fogalásnak. A következő az, hogy a 9 hónap az, hogy telt édesanyám hasában, tehát, hogy maga az édesanyám milyen állapotban volt, vannak ezek úgynevezett veszélyeztetett terzsvéghánya, valaki az egész várandóságot, valakinek éppen meghal az édesanyja, és egy gyász van, tehát ezek mind hatnak. A múlt alkalommal beszéltem a tejfogak fejlődése kapcsán, hogyha egy gyermeknek korai tejfog szovasodása van, akkor az édesanyját az első, második, harmadik trimeszterben valami nagyobb trauma kellett érje, mert akkor érte zavarra az ománc fejlődést. Szerint a hány inger, hányás a terhesség alatt pszichoszomatikus többnyire? Nagyon sok minden lehet, úgyhogy, és erre is lesz mindjárt majd példa. Szóval, hogy akkor a következő pillanat a születésem, hogy jövök világra, hüvei úton születek, problémamentesen, hogy elakadok, ki kell engem ráncigálni a szülőcsatornából, vagy császármetszéssel, programozott császárral például, ami most sajnos vagy, de gyakrabban divat. Aztán az első órák az édesanyámmal, hogy telnek, ott voltam-e a mellén, ott voltam-e a testén, vagy elrohantak is, akkor nem értek meg, megcsutakoltak körömkefével. Tehát ezek ilyen borzasztó dolgok, az emberi szülészetet bepillant ezekbe a kulisza, ilyen begyepesedett, teljesen értelmetlen dolgok, azt a gyereket meg lehet mérni 3 óra múlva, és az első órákat töltse az édesanyám. Meg egyáltalán mit számít az, hogy most 3,5 kiló vagy 3,2 kiló, tehát hogy nem egy parizer, úgyhogy fontos dolgok ezek. És akkor utána a következő a születéstől számít az első 7 éves kor,
7 éves korig a gyermek olyan szoros kapcsolatban van az édesanyjával, hogy amikor egy, mondjuk egy 3-4 éves gyerek beteg, akkor ő meg kell nézni az édesanyjával, mi van. Mert a leggyakrabban az van, hogy az anya bármilyen lelki problémáját, bármilyen fizikai problémáját a gyerek csak kihangosítja. Tehát az ősbizalom a fogantatástól a, mondhatjuk ugye a Rubikonig legalább, tehát ez a 9 éves korig, hogy mi minden történ az emberrel, hogy ez meghatározza. És később majd így belemegyünk majd a fogágybetegség rejtelmeibe, az egyik legesszenciálisabb probléma a súlyos fogágybetegeknél az, hogy az ősbizalom szintjén valami nagy trauma értem. Visszatérve itt erre az esetre, nagyon érdekes, hogy kérdeztem a tüdő vastagbél, gyomor, meridián, hogy van ennél a fiatalembernél, és kiderült, hogy ő teljesen rendben van, mert hogy valahogy megérezte, nagyon sok ember anélkül, hogy tudatosodna, hogy tudatos döntés hozna, megérzi, hogy mire van szüksége, ő például jógázik, rendszeres légzőgyakorlatokat végez, és nagyon érdekes, mert hogy tulajdonképpen emiatt ezek a szervei neki rendben vannak. A szerv meridián szerint itt sérülések lennének, vagy gyenge szervek, a valóságban nála nincs ilyen. Ugyanakkor meg beszámolt arról, hogy ő minden éjszaka 3 és 4 között fölémre pisilni, és ő amúgy rendszeresen, tehát az éjszaka folyamán többszörösen föl kell ebben az időszakban. És akkor miről van szó? Hát egyrészt a tüdőidejében vagyunk a 3-tól 5-ig, és akkor a két alsó hiány azért mégis a tüdő vastagbél meridián, tehát hogy akkor kell föl. De az, hogy neki éjszaka mindig föl kell pisilni, ez azt is mutatja, hogy a vesélye sincs azért teljesen rendben, itt meg az egyesnek a hiánya mutat erre. Tehát én nagyon szépen összeáll a mozaik, mert noha nincsen, nem volt tüdőgyulladása, az emésztése rendben van, tudatosan táplálkozik, de mégis ezek a kis finomságok kiderülnek, hogyha kicsit belemegyünk az életeinek a részébe. Nagyon sok mindent mesélt az életéről, ami az ősbizalom szintjén őt is traumatizálta, hogy a szülők, ilyen 19 volt az édesanyja, 21 volt az édesapa, amikor megfogant ő, és gyakorlatilag a születés pillanatában ők el is váltak, tehát hogy aztán újra összeköltöztek, és az édesapa, ő egy ilyen nagyon traumatizált ember volt, akit több generáción keresztül sok-sok problémán esett át a családnak a férfi tagja. Az anya meg ez egy ilyen nagyon kompenzáló édesanya volt, és a gyereknek mindennek, meg mindenben meg kellett felelni. Tehát az volt, ezt emlegette ezt a fiatalember, hogy hát az volt egy 4 évesen, amikor mentek az utcán, egy kisvárosban laktak, hogy akkor szó szerint azt mondja, kiköszön szépen Lacika, és akkor Lacika szépen köszönt, és akkor bárki jött, akkor kiköszön szépen Lacika, és ő ebben nőtt fel, hogy az elvárások, és aztán ez felnőtt korára is kivetült, és ő mindig mindenkinek meg akart felelni, és ezért folyamatosan időhiányban van, folyamatosan stresszben van, mert ő túlvállalja magát, mert nem tud nemet mondani, nem tud határt húzni. És most megint csak visszaköszönjünk egy pillanatra, itt szellős a vádfal, tehát az, hogy nem tudok határt húzni a külvilággal, hiányzik, ugyan van neki egy kivehető pótlásról, de tulajdonképpen ott megjön az energia, tehát nem tudok lehatározni. Azt is mondta, hogy gyerekkorában jó volt betegnek lenni, mert akkor figyelmet kaptam a környezetemből. Tehát aki a betegség egy eszköz volt, és 14 éves koráig ő betegségből, hát megszámolhatatlan mennyiség antibiotikumot kapott, és hát aztán jött a 14 éves kor, és akkor valamilyen belső hangot fölrázt ebből az állapotból, és elkezdett karatézni, és utána többet nem volt beteg, egészségesen kezdett táplálkozni, testét, lelkét, szellemét edzette, és vissza megszületett az önbizalma. Tehát egy öngyógyító folyamat indult be az életében, és hát köszöni szépen, sőt is azt is mondta, hogy ha helyemen vagyok, akkor minden okafogyott, tehát hogy akkor nem akarok megfelelni, hogyha helyemen vagyok. Úgyhogy ez a,
ez a megfelelés, ez nála ilyen szinten jött. Még egy második esetet elmesélnék, és akkor utána jön a szünet. Ha ránézünk erre a löngyelő, egy 26 éves lány, minden fog megvan, a bölcsességfog hátul a bal alsó be van szorulva, a jobb alsó úgy szintén, a jobb külső kijött és egy kicsit le is ereszkedett, itt szintén beszorult a 21 éves korban, ha nem jönnek ki a bölcsességfogak, utána már nem nagyon szoktak kijönni. Nem látszik a röntgenen, egyetlen egy tömése van, itt egy jobb felső ötös. A jobb felső ötösnek elfelejtettem a tematikát, mondtam a bal felső ötös az a sors, a karma foga, azon kívül, hogy az alkotásnak a foga, az ötös, a jobb felső ötös. A jobb felső ötösnek van egy olyan egyéni témája, és ez főleg hölgyeknek jellemző, hogy az alkotás, a gyerek mint alkotás. Tehát az, hogy a gyerekvállalás témája is ez az ötös fog. Tehát, hogyha valakinek ez a fog hiányzik, hogy itt ebben az esetben minden fog a rendben, csak ez legy van betűnve. Tehát ez így elindítja a fantáziánkat. És az ilyen hölgyeknél vagy az van, hogy sok gyermek van, vagy nagyon szeretne gyereket és nem fogam meg, vagy nagyon sok abortusz volt, tehát mind a sok gyerek, mind a semmennyi gyerek itt is ebbe a csoportba tartozik. Az irodalom leírja azt is, a francia irodalom, hogyha valaki szoros párkapcsolatban van, és például nem születik gyermek, és az édesanyának ez a foga megbetegszik, ugyanezt a probléma megjelenik az apánál is, tehát ez a szoros együttlétben megosztjuk a problémánkat, mind a kettőnek az ötös foga, amiben kell szúvasodni. Két hete volt nálam ez a fiatal lány először, és csak egy ilyen kontrollra jelentkezett be, és két dolog tűnt fel. Az egyrészt az, hogy ez az ötös foga tömött, és a másik, ami a panoráma röntgen nem látszik, hanem csak a gipsz mintán, hogy a szemfogai, a baloldali szemfogai keresztharapásban voltak. Tehát mondhatnánk, ez még nem guldog, amikor csak egy fog van keresztharapásban, de pont fordítva harapott ez a két szemfog, és annyira le volt terhelve a felső. A keresztharapásnak van azért a fizikai probléma is, hogy túl terhellek egy fogat, és akkor könnyebben lepattogzik például, vagy lekötik róla az ománc. A szemfogaknál ott szó volt, hogy a szexualitás és a nőiség, mert a női oldalon a szexualitás, és a másik meg ez a gyerek dolog. Úgy, és akkor hát úgy jött a kérdés, hogy akkor mi újság a női szinten, és akkor kiderült, hogy több mint egy évre nem menstruál, 26 éves. És hogy egész életében 11 éves korában volt az első menstruációja, mindig össze-vissza volt, és nagy kimaradása tudtak, és most egy több mint egy éve nem volt menstruációja. Megállapítottak fizikai szinten nála egy ilyen policisztás ovárium szindrómát, tehát hogy sok cisztája van a petefészkében, és ezek akadályozzák a feteéréseket. És akkor még egyre közelebb kerültünk a témához, hogy nem volt soha párkapcsolata, és akkor egyszer csak kimondta a bűvőszőt, hogy ő 18 éves korában tudta meg, hogy nem az apja az apja. Tehát nevelte őt az édesanyja, a vér szerint édesanyja, nevelte őt egy apa, de aki végül is nem a genetikai apja volt. És hát ő 18 évesen ilyen derült égből villámcsapásként jött ez a téma. De hogy ez még mélyebben gyökerezik ez a történet, amúgy van neki több nagy testvére, ő a negyedik gyermek a családban, ugyanattól az édesanyjától, és kiderült, hogy szerelemgyermek volt, de hát kérdéses volt, hogy akkor az édesanyjót megtartja, de végül hát megmaradt. Mert tudni kell az, hogy a magzatra az, hogy egy anya egyáltalán elkezd gondolkozni azon, hogy én most megtartom, nem tartom bármilyen okból, azt a magzat, az egy az egy halálfélelem, lehet, hogy még csak egy hetes, lehet, hogy három hetes az a magzat, de ez halálfélelemként éli meg, hogy őt meg akarják ölni, őt el akarják pusztítani. Na, őt szerencsére nem pusztították el, de ez nagyon mélyen beléívódott, és ez megint az ősbizalomra utalok. És nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy amikor ő 9 éves volt, akkor egyrészt föltette azt a kérdés magának, ez megint a Rubikon korszak, amikor a gyermek kezd ébredni, változni, hogy valami nem stimmel bennem. Nem tudta, hogy mi, de hogy valami nem stimmel bennem, ezt a mondatot használta.
illetve egy évvel később, 10 évesen oda ment a nővéreihez, és akkor azt kérdeztem tőlük, hogy attól félek, hogy terhes vagyok, 10 évesen. És akkor most megint visszapattanunk ahhoz, hogy akkor ő hogy fogant, milyen volt a 9 hónap, ő titokban nevelkedett, mert hogy hord az a tér, az a család, az hordozott egy titkot. Gyakorlatilag a nevelőapa se tudta, hogy nem ő az apja. Tehát, hogy csak az anya tudott erről a titokról, ebből a családi energiában, energetikai rendszerben, míg nem aztán 18 évesen ez a lány is meg nem tudta. Szóval az, hogy ő nem menstruál, hogy nincsenek párkapcsolatai, hogy 9 évesen, 10 évesen már megfogalmazta az eszenciális problémáit. Ezek mind-mind ilyen döbbenetes dolgok, és nálam gyakorlatilag a fogászati rendelőben ezekről egy óra alatt ideértünk. Hogyha mondjuk elment volna a pszichológushoz, akkor lehet, hogy több hónapnak a munkája lett volna ez, vagy még több. És most nem akarok senkit bántani, neki akár itt pszichológus, de hogy csak én mondom, hogy fogak azok nagyon oda teszik, hogy mi van. Tehát itt nincs, és hogyha ki tudom alakítani a pácienssel ezt a kört, ami kiderült, hogy rajtam kívül még 2 ember tud arról, hogy nem az apja az apja. Tehát, hogy ez annyira intiment belső, se a barátaival nem osztotta meg. Tehát, hogy döbbenetes, és hát szünet után folytatjuk. Egy újabb eset ismertetéssel kezdem itt a második felvonást. A képen látható hölgynek, hogyha most idehoznám a gipsz mintáját, akkor még éles fogorvosi szemmel is annyit tudnák mondani, hogy a jobb felső 3-as egy 1 mm-re kiáll a fogékből, de amúgy neki nagyon szép harapása van, kevés tömése van, amilyen nagyon fehér a hátul, ez egy amalgám tömés, meg itt van egy pici köd, de annak ellen, hogy 50 éves, egészen jó fogíve fogazata van, tehát szép harapás, minimális tömés, fogágya egészen jó állapotban van. Mi a kérdés akkor is? Látunk itt ugyanakkor ilyen gyanús dolgokat, panoráma röntgene, nem mi fogorvosok is mondjuk évente egyszer-egyszer látunk ilyet. Ez egy régi állkapocs műtétnek az életre szóló emléke. Ennek a hölgynek a keresztharapása teljes buldog harapás volt, tehát az alsó falak teljesen előharaptak, a fősök meg belül. És ez teljesen jól el volt. És valamikor ilyen 26-26 éves kora környékén elment a fogorvosához, hogy mintha lyukas lenne egy foga, és a fogorvos azt mondta, mert egész életében nem készült róla panoráma röntgen, csináljunk egy panoráma röntgen. Akkor még nem volt minden rendelőben panoráma, hogy elküldte egy ilyen szakrendelőbe, ahol röntgenekkel foglalkoztak, elkészült a röntgen, és a röntgen orvos a laborból megnézte is, és rögtön így pánikba esett, és kérdezte, az állkapocs ízülete nem fáj? Nem, hát majd fog. Nem, nincsenek így probléma? Nem nagyon. Hát majd lesz. Nem fogtak le a fogai? Még nem, de bármikor. Tehát, hogy ilyen, és hogy azonnal meg kell műteni. Tehát ő teljes barátságban, békében volt ezzel a fordított harapásával, és ugyanakkor az orvosnak is igazat kell adjunk, mert hogy tényleg azt látjuk, hogy nem is törvényszerűen, de gyakori ezeknél a harapási rendellenesség, még az állkapocs ízületi panasz, hogy másképp kopnak a fogak, más a testtartás, tehát hogy ennek több vetülete van, és nehéz itt igazságot osztani. Lényeg a lényeg, hogy a hölgyet rábeszélték, hogy ezt azonnal meg kell műteni. Itt gyakorlatilag abból áll a műtét, hogy az állkapocs csomba kivágnak egy-egy hasábot, és hátrább teszik az állat, és oda szegecselik, és adott esetben, hogy a főső is nagyon alulfejlődött, akkor a fősőt is széttörik, és akkor lehet látni, hogy ilyen életre szóló kis fémlemezkékkel rögzítik. Tehát itt van ezek a kis elvetük, ezek a széttört állkapott csontot ezzel rögzítették, itt meg a csavaroknak a maradványa, illetve a meglévő csavarok, amivel az állkapocs műtét után bennmaradtak, és ezeket nem szokták kivenni. Ma fölhívtam ezt a hölgyet, mert hogy egy kérdés neki nem tettem föl annak idején, hogy akkor tényleg
tényleg, hogy mi volt itt a motiváció, és akkor mesélte ezt, hogy gyakorlatilag egy banális tömés miatt ment el a röntgenhele, röntgennel elküldték, és akkor utána belekerült ebbe az orvosi, hogy mondja, akkor gyorsan segítsük és mentsük meg. A legsúlyosabb dolog az orvosok részére az volt, hogy ezt a hölgyet nem tájékoztatták semmiről, hogy mi vár rá, milyen következmény lehetnek a műtétnek. Ő pedig kérdezte, és utolsó, az országnak a legjobb orvosához került, aki a legjobb állapotban sebész. Tehát a szakmai hozzáértése semmi probléma nem volt, de ez a kommunikáció, és ez majd 24 évvel ezelőtti történet, hát a minősíthetetlen. És gyakorlatilag a műtét napján alítoltak egy csomó papírt, hogy írja alá, hogy semmilyen nem vállalnak felelősséget, ők nem terelhetők, ha bármilyen szövődmény van, akkor az a páciensnek a felelősség. Úgyhogy nem tudta, hogy miről szól a dolog, neki nem volt panasza. Szóval ami már is az első tanulság kell legyen, azt hiszem mindenkinek, és hogy egyszerűen semmilyen egy sima vakbélműtétbe, semmibe nem szabad belemenni egy implantálásba, amíg engem az orvos nem tájékoztatott, és kimerítően nem kapta minden kérdésemre választ. De sajnos a mai napig minden szinten működik, hogy csináljuk gyorsan, nincs rá idő, nem dumálunk, már be van készítve a műtőbe, minden, menjünk már be, csináljuk. Tehát, hogy ez mindenkinek az egyéni felelősség, hogy nem szabad ebbe beleállni, már rólunk van szó, és itt pont ez a történet lesz, ez amikor megmutatja, hogy milyen következmény lettek ennek a műtétnek. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb tanúság nekem is, meg ezt meg szeretném mindenkivel osztani, hogy minden orvosi beadatnak minden részletéről tudjunk, járjunk, nagyon ritkán van, amikor végzik az artériám, akkor persze jön a mentős és lefogja, mert akkor elvérzek, akkor nem kérdezem, hogy miért gumikesztyűvel fogja a vérző nyakamat, de kevés ilyen eset van, amikor a nyakunk vérzik. És most csak egy kicsi zárójelben az oltásos történet, és aminek most így reméltük a végén vagyunk, hogy gyakorlatilag nem vállaltak felelősséget a kötelező oltásokért. Tehát, hogy bármilyen szövődményt kaptam az oltástól, akkor ezért senkit nem perelhettem. Ugye attól meg köteleztek, hogy fogorvos legyek, vagy bárki más, bármilyen más munkahelyen. Zárójelben zárva. No, megtörtént a műtét, csodálatos, tökéletes, mondom, hogy 98%-os hatékonyságú volt az egész, de megkértem a hölgyet, hogy mesélje nekem, hogy milyen volt ő azelőtt, mielőtt volt a műtétje. Azt mondja, nagyon tevékeny voltam, pörgős, este nem feküdtem le, hogy ne legyen rend a házban, mindent elvégeztem, nagyon sok ember volt a munkahelyemen, nagyon sok barátom volt, haverom volt, mindenhol föl tudtam magamat vállalni, és amikor megtörtént a műtét, kihúzták a talajt a lábam alatt, és 24 éve érzem, hogy nincs talaj a lábam alatt. Nem pezsgő az életem, sokkal kevesebb a barát, az ismerős, a munkahelyemen is sokkal kevesebb emberrel dolgozok. A műtét után kezdődött egy párkapcsolat neki, és gyakorlatilag már fél éves együttlét után ő azt mondta, hogy nem ez az én emberem, és 8 év után tudta megszakítani ezt a kapcsolatot. Ezt is mondta, hogy halogató lettem, bizonytalan lettem, ráérek, egy olyan vagyok, mint egy rétes tiszta, hogy majd megcsinálom. Tehát láttam, hogy ott a feladat, ki kellene cserélni azt a villanykörtét, de majd megcsinálom, majd holnap, tehát egyszer majd tényleg megcsinálom, de hogy ez a... És akkor most visszakanyarodunk arra, mit is jelent az akarat. Tehát neki egy nagyon erős, kifejlett ácsontja volt, tevékeny volt, hogy cselekedni tudott, nem teszett oszállat, nem végezte a dolgát. Erőszakkal ezt megfordították, és akkor nem csoda, gyakorlatilag nem lehet önmaga, nem találja meg a kapcsolatot önmagával. Tehát halogatok, bizonytalan vagyok, ráérek, nem lehetek saját magam. És kérdeztem, hogy mi újság a gyermekekkel, hogy ő a műtét előtt egész ifjú korában, 26 éves koráig, azt jelenti, hogy neki sok gyermeke lesz, legalább 4-5 gyerek, nagy család. Ehhez képest most 50 évesen van egy 8 éves örökbefogadott gyermeke. Mert hogyha most megint belemegyünk az egész, ez most csak elmélkedés természetesen, de hogy ebben a tevékeny minőségben, hogy ő mindent meg csak a szülőkötőt hatolt, ez befele fordították, és eleve jöttek a
azok most tegyük időzel vagy időzel nélkül impotens kapcsolatok, mert ő nem voltak ezek a kapcsolatok az életében harmonikusak, feltöltők, amiben ő szívesen megfogant volna, és gyakorlatilag letelt a fél élete, és szerencsére végig is egy gyermeknek a sorsát ő hordozza, és nagy szeretettel neveli, de a másik öt gyermek már nem született meg, tehát hogy... Úgyhogy hogy fájdalmas, hogy ilyen dolgok történnek. És hát amit kimondott többször is, hogy biztos nem mennék bele ebbe a műtétbe, hogyha tudom, hogy ez vár rám. És mondom, nagyon szép lett a mosolya, a foga, de hogy ami ő belül átment, ami átpörgött az életén, akkor az teljesen ez a talajvesztettség. Amikor beszélgettem vele, először egy 10 nappal ezelőtt beszélgettünk, akkor úgy szemmel láthatóan, hogy mikor ez úgy kimondatott, mert gyakorlatilag ő végigjárt mindenkit, és soha ezt az összefüggést senki nem rakta előtte össze, hogy itt tulajdonképpen mi az ok és mi az okozat. Először volt egy ilyen elkeseredettség, de a legvégén, a beszélgetés végén azt mondta, hogy megkönnyebbülés hallgatni, hogy van rá magyarázat az én változásaimra az életemet. Tehát tulajdonképpen ő derűsen, és ma hívtam föl telefonon, és most is elmondta, hogy hú, de jó, hogy most erre látok meg. Most van egy nyugalom, mert nem értette, tehát egy értetlenség volt benne 24 éven keresztül, hogy ő most miért ilyen, mi lett a régiénél, és ez a műtét. Úgyhogy én most engem annyira megindított ez a történet, hogy én most így a fogoros kollégáknak írtam is egy levelet, hogy mindenki, akinek van olyan esete, akit műtöttek, vagy esetleg műtétre vár és gondolkodik, hogy belemenjen vagy sem, akkor az jelentkezzen, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy hiába valaki egy ügyes segész, és ezt tényleg megcsinálja ilyen zseniálisan, mert maga a műtét technika az tényleg csodálatos, hogy az idegeket összevarják, ereket összevarják, de hogy ez nem csak erről szól, hogy rendezem a mosolyát. Igen. Nem biztos, hogy ez a műtőgondos annak idején az után. Tudtam volna a következményt. Biztos, hogy nem tudta, tehát sőt... Nem tudja felkészíteni. Igen, tehát... Igen, tehát, hogy... Igen, csak én úgy gondolom, és én azért gondoltam, hogy most ezt így zászlómra tűzök, és elindulok a csatába ezzel a zászlóval, hogy az ezutáni műtéteknél, mint egy információt legyen, hogy ugyan nekem meg fogják csinálni a fogaimat, és ott is benne vannak, hogy lebénulhat az ajka, meg örökre zsibbat lehet, mint műtéti szövődmény, ami a hölgynél nem volt szerencsére, de az, hogy milyen lelki változások történhetnek velem, azt én úgy gondolom mindenkinek kötelessége tudni róla, attól persze kezdve, hogy már van erről egy információ. Úgyhogy... De ugyanúgy például a 4-es fogakat is, hogy kihúzzák a fogszabályzó orvosok, és fogalmuk nincs előtt az egyetemen, nem tanítják, hogy a paraszt fogal, tehát hogy ez, erről páran tudunk, és azért is járok itt ide-oda, hogy minél többen tudjunk róla, mert előbb-utóbb csak eléri a kritikus tömeget, vagy hogy akkor most már átlép az információ, mondjuk az egyetemek kapujait is. Szóval, hogy ez a buldogharapás, ez nekem most így nagyon megszólított, és még drámai történet az, hogy egy évvel fölöttem az egyetemen, személyesen nem ismertem a fogorvos kollégát, ő volt egy fogorvos fiú, akinek szintén egy nagyon-nagyon erős, karakteres buldogharapása volt, és már az egyetemen a tanárok inspirálták, meg piszkálták, hogy no, mikor műtetted meg magad, mert erre már megvan a technika. És ő halogatta, aztán szakorvos lett, és akkor egyszer csak eldöntötte mégis megcsinálja, megcsináltatja ezt a műtétet, és fogalmunk sincs, hogy mi történhetett, de hogy elszámolták az orvosok a műtéten a paramétereket, mert ezeket ilyen 10 mm pontosságra bemérik, hogy most megcsontot honnan vágják ki, mit hova kötnek össze. A lényeg az, hogy neki a buldogharapásból csináltak egy ilyen madár harapást, amikor az első teljes nyitott harapást, tehát nem előreállt az állkapocs, és nem ide behozták a fogak mögé, hanem egész hátra behozták. Tehát, hogy egy ilyen a másik végletet gyártották neki. És neki ez aztán teljesen fölforgatta az életét, munkahelye ott hagyta, elvált, és a vénöngyilkos lett. Tehát nem tudott ezzel azonosulni, ezzel a
akkora változás az, hogy ezt nem egy emberi lélek nem tud feldolgozni. Úgyhogy ilyen történetek vannak. Még a buldogharapásnál vannak nekem páciensem, akiknek például fél oldalon van buldogharapásnak is külön információja van. És például az illetőnek komoly idegrendszeri problémái vannak, mert hogy nem tud kilazulni, mert éjszaka, amikor alszom, akkor normálisan az állkapcsom ellazul. De hogyha keresztharapásom van, akkor hozzáér a féloldali fogazata a felsőhöz, tehát összekoccalnak, és akkor rászorít, és elkezd csiporgatni, szorítani, és akkor ilyen nem aluszált az éjszakát, egyfolytában fölébred, mert ez a nagy feszültség. Kimérték az éjszakai szorítás fogcsikorgatásnak a mértéke, a nappali maximális szorításnak a 10-14-szerese. Tehát most mindenkit kell, hogy szorítsa össze a fogát, és akkor ezt meg kell 10-zel szorozni. Ez van éjszaka. Tehát ilyen brutális pusztítás van a szájban, és akkor tényleg az ízület, fogak kopása, fogak sérülése, fogágybetegség, tehát rengeteg dolog van. És akkor most mi a megoldás, hogyha most jön hozzám valaki, hogy akkor van egy részleges vagy teljes buldogharapás. Én úgy gondolom, hogy a múlt előadáson több szó volt, ez a dentozófia, ez a természetes fogrendezés, amikor tulajdonképpen egy ilyen gumiaktivátort kell csak a szájamba rakjak, meg kell ilyen mutatni. És ez egy ilyen patkó alakú kis gumisín, így néz ki, tehát van egy kis vájú benne, felső falaknak az alsók, meg ezt be kell rakni éjszakára. Ezen kívül napközben egy órát kell viselni, úgyhogy nem foglalkozok semmivel, tehát nem foglalkozok az, hogy a szájamban, tehát hogy főzök, olvasok, tévét nézek, bármi. És ami a legizgalmasabb az egészben, hogy naponta legalább kétszer egy 10 percet, a több az még jobb, ezzel az aktivátorral a szájamban tudatos gyakorlatokat végzek, tehát rágni kell vele, nyelni kell vele, illetve tudatosan levegőt venni, és csak azért, mert hogy én megszokok ma a természetes orrlégzés, már rengeteg ember van, aki szájlégző, rengeteg ember, akinek nyelvlőkéses nyelése, most ilyen a nyeléskor a nyelve nem hátra megy, hanem előre, 4 emberből egynek nyelvlőkéses nyelése van, már azt tud fog elmozdulást okozni, illetve az, hogy a nyelv nem jó helyen van a szájunkban, ezek mind már önmagában megteremtik ezeket a rendellenességeket. És tulajdonképpen ez a dentozófiás módszerrel az, hogy én naponta gyakorolok. Itt a legnehezebb az, hogy én naponta ezzel fegyelmezetten dolgoznom kell. Tehát az iskolázom az akaratomat, az, hogy én. És ráadásul ez nem olyan, hogy akkor ülök a buszon, vagy várom a soromat bárhol, és közben gyakorlok, hanem ez egy ilyen mély elmélyült, mint ahogy meditálnék, egy befele forduló külső ingerektől mentes gyakorlat. Nagyon egyszer a gyakorlat. Csak a körülményeket, a nyugodt körülményeket kell mindig hozzá megteremtsük, hogy ez hatékony legyen. És akkor, ha nem is például egy ilyen visszatérve egy buldogharapás, ha nem is fogja tökéletesen elrendezni a fogakat, de föloldja azt a feszültséget, amit ez az aszimmetria okoz. Amúgy például megfigyelték, hogy a buldogharapás azoknál a gyerekeknél, meg a keresztharapások azoknál a gyerekeknél gyakori, illetve azoknak a felnőtteknél gyakori, akik gyerekkorukban kimaradt a mozgásfejlődésből ez a kúszás-mászás, meg hogy gyakorlatilag a két agyféltekét, a jobb is agyféltekét összekötöm, harmonizálom, és azoknál a gyerekeknél, akiknél ez kimaradt, azoknál gyakoribb a buldogharapás, meg nagyon gyakran vannak ilyen gerinc problémák, tehát hogy ez egy több szintű problémakör. No, szóval akkor ez volt a keresztharapás, buldogharapás, és megyünk egy kicsit tovább. Felnőtt korban tulajdonképpen ahogy telnek az évek, a fő probléma egy idő után nem a fogszúvasodás, hanem a fogágybetegség szokott lenni. Van egy ilyen statisztika, hogy az embereknek több mint 50%-ának és 100%-a érintett a fogágybetegségek területén, és 11% meg súlyos. Tehát azt hiszem, minden 10. embernek súlyos, olyan súlyos fogágybetegsége, hogy előbb-utóbb fogáljvesztése lesz. Mit értünk a fogágybetegség alatt? Több szintje van az egésznek, hogyha így összessége nézzük, hogy első körben begyullad az ínyem, és csak begyulladhat azért, hogy mondjuk például lepedékes a fogam, nem szedték le a fogköveket éveken keresztül,
és akkor begyullad az íny, ödémás lesz, kialakulnak a tasakok, ezek a zsebek a fog körül, és akkor ezek egyre mélyednek, 2-3-4 mm-ig még a szájhigiénikus ki tudja pucolni, ha eléri az 5 mm-t a tasak, akkor már az már parodontológiai feladat. A parodontológia fogászatnak az a szakága, ahol az orvos a fogágyat gyógyítja, vagy szanálja, hogyha már nem menthető a dolog. Rengeteg-rengeteg dolog van a háttérben. A lényeg az, hogy beindul egy idő után egy sorvadás, egy insorvadás, és az insorvadást nem mindig szerencsére, de gyakran követi egy csontleépülés, és tulajdonképpen az a baj, amikor már a csont kezd visszahúzódni, mert egy kritikus szint elérése után már mozgathatóvá válik a fog, és a durva az egészben az, hogy ez teljesen fájdalmatlan. Maximum annyi vérzik az ínyen, ezt szokták mondani a páciensek, és más érzet nincsen, tehát nem az van, hogy mondjuk egy szuhas fog fájdalmi, az édesre, hidegre, vagy zárásra. Nagyon-nagyon sok minden van tényleg a háttérben, egy gyógyszerektől kezdve, és amit így aláhúztam, meg az elfojtott érzelmek, tehát itt már volt is példánk, mert lesz majd még egy esettanulmányom, mert tulajdonképpen egyrészt ez a, tehát tulajdonképpen a fogazatunk, az egy agresszív szerv. Tehát az, hogy én harapjak, az egy nagyon agresszív működés. Hát ez kimérték műszerek, hogy mekkorát tudunk mi harapni, ráadásul az éjszakai, mint mondtam, még erősebb. És ezt az, ahogy beleharapok a világba, ezt az agresszív, vagy beleharapok az ételbe, és ha csak egy almába beleharapok, az is már egy agresszív cselekedet az almára nézve. Hogy nem tudok beleharapni, tehát hogy meggyengülnek a fogak, mert értelemszerűen azok a fogak, amelyeknek a fogágya visszahúzódott, leépült, azok elkezdnek imbolyogni, és hát véletlen sem már az, és ne, hogy hihessen, és benne maradjon az almában, vagy a vajas kenyérben a fogal, mert ilyeneket is látunk, ilyen súlyos eseteket. Tehát tulajdonképpen a nappali működésben, amikor én éber vagyok, hogyha én úgy élek, hogy kikerülöm a konfliktusokat, nem állok be, nem védem meg magamat, nem állok ki önmagamért, stresszelek, túlvállalom magam, tehát minden, ami az én épségemet, lelki egységemet bántja, és én nem állok ki azért, ennek a fogágy látja a kárát. Tehát az a szervünk, ami itt az agressziónkat, az értelmes agressziónkat hordozná, a fogakat, és gyakorlatilag itt indul ez a gyulladás, pusztulás. Tehát én azt látom, hogy a fogágybeteg, akik nálunk megfordulnak, hogyha belemegyünk például ebbe az agresszióba, önpusztításba, túlpörgésbe, stresszbe, illetve az ősbizalom témájába, így jönnek a pipák, hogy igenis stressz, igenis feszültség, túlvállalom magam, nem tudok nemet mondani, születésem környékén mennyi trauma ért, tehát hogy ezek mind ide tartoznak. Utolsónak írtam a nyelvi ajak piercinget, erről lesz majd fényképem is az előadás végén. Erre úgy gondoltam, hogy fontos majd kicsit többet szánni. Itt leírtam, hogy mik a tünetek a fogágy problémáknak. És akkor a megelőzés szintje, hát a kulcs dolog az, azt nem is kell mondani, hogy a rendszeres szájápolás és a professzionális szájhigiénés kontroll. A szokások, a kedvezőtlen, tehát a dohányzásról való leszokástól kezdve a különböző egészségtelen táplálkozás, ez mind ide tartozik. A szájlégzés például felvetődik azt, hogy mitől okoz fogágybetegséget, azáltal, hogy nyitva van a szájam, és ez főleg a frontfalknál érintett, gyerekeknél inkább tejfogszúvasodás lesz a következmény a szájlégzésnek. Felnőtt korban, meg amúgy életkortól független, kiszárad a nyálkahártya. Tehát ezen a részen nincsen nyál a fogamon, nem nyálas az ínyem, és gyakorlatilag ebben a száraz felületben pillanatok alatt elszaporodnak a kórokozók, és akkor az már egy íngyulladásnak a meleg ágya, és akkor utána beindul ez a domino effektus. Úgyhogy az orrlégzés az kulcsfontosságú ilyen szempontból is. Megelőzés, kezelés szintjén, tehát itt, hogy az ember mindenképpen menjen el egy önismeretre, és hogyha például születési traumán vannak most már ilyen születés, újjászületés tanfolyamok, millió önismereti lehetőség van, autogén tréning, relaxációs lehetőségek. Aki a múlt előadásomon itt volt,
azt tudja, hogy, hogy az egyik nagy bogaram, nem sok bogaram van az olajrágás, de ugye most nagyon sokan jelentkeztek, akik most vannak itt először, akkor ezt azért most se fogom kihagyni. Ellene fölteszem a kérdést azoknak, akik múltkor itt voltak, hogy volt-e, aki kipróbált, esetleg azóta már szenvedélyes olajrágú. Hú, nagyszerű, gratulálok! Nagyszerű, nagyszerű. Több kéz is fölemelkedett. És akkor hát legyen, akkor egy pár szót, 3 perc az egész. Mi ez az olajrágás? Ez Indiából származó ájurvédikus módszer. Ez egy méregtelenítő és szájtisztító eljárás, amikor a lényeg annyi, hogy reggel, amikor fölkelek, az első gesztusom az, miután lenyomtam a csergőórát, hogy egy evőpanál hidegen sajtolt olajat beteszek a szájamba, és ezt egy 10-15 percig így forgatom, zubogtatom, tehát nem rágom, mint ahogy a szó benne, inkább ez olajos zubogtatása a pontos definíció ennek, utána kiköpöm, és akkor igen, mondom, hogy milyen olajak. A legfontosabb az, hogy hidegen sajtolt olaj legyen. Az indiaiak azt letesztelték, hogy a 3 legjobb olaj az olaj, a napraforgó és az oliva olaj, a napraforgó és a szezámolaj, mind jó a tökmagolaj is, meg bármelyik, de hogy ezek a leghatékonyabbak. Mi történik olajrágáskor a szájamban? Éjszaka egy nagyfokú méregtelenítés zajlik a szájüreg nyálkahártyán keresztül, tehát különféle salakanyagok, ételadalékok, ha valakinek amalgámja volt, akkor a higany, bármilyen gyógyszermaradvány, minden kering bennünk, és ezektől próbál a szervezet megszabadulni. És többek között a nyelve, meg a szájüreg nyálkahártyán választódik az éjszaka, a pihenéskor, és ezek mind-mind zsírban oldódó anyagok. Tehát én, hogyha én reggel csak kimosom a szájamat, öblítek, vagy megmosom a fogam, és utána nyelek, akkor ez megy vissza, tehát nem kerül ki belőlem gyakorlatilag semmi. Jó lesz a leheletem, az biztos, de a salak az ott marad. És az olaj megköti, és 10 perc alatt a szájamban ez a gyönyörű szép olaj, ez egy veszélyes hulladékká válik, és ezt szó szerint kell érteni. Kérdés is szokott lenni, mit csináljak az olajjal, most nem érgezzem a környezetemet. Ha nagyon tudatos akarok lenni, akkor begyűjtöm egy ilyen demizsomba, és Magyarországon például a bizonyos benzinkutaknál, mint veszélyes hulladék, ezt átveszik. És nem kell mondani, hogy nem sütőolaj, hanem nyálas olaj, de van benne egy kis higany, meg ez, meg az, meg antibiotikum maradvány, meg ilyen-olyan. Tehát, hogy ez fontos az, hogy legalább 10 percet történjen az olajrágás, mert hogy ezek a kémiai kötések létrejönnek, ez 2 perc alatt nem jön ki össze. És most már sok embert azért most így elmondtam, hogy zubogtasson olajjal, azért egy kicsit olyan morbid, hogy akkor úristen, hogy evők olajt 1/4 órát a szájba reggel, hát mi lesz a kávémmal. Ami nagyon izgalmas, hogyha többen csinálják a családot, például a férfeleség, akkor ez nagyon jó párterápiás lehetőség, hogy hogyan tudok 1/4 órán keresztül csendben kommunikálni a párommal. Vannak gyerekek, akik mesélik, hogy már szülők, hogy jönnek a gyerekek, és na, akkor a hétvégén megyünk moziba, és a felnőttek rágják az olajat, és mindenre igent mondhatnak. Szóval, hogy van, az osztrákok csinálnak egy, és most már is már sok év azt használom, az a neve fogolaj, egy biológiai gazdaságból származó szezámolaj, és van benne 19 féle gyógynövény, plusz kovakristályok. A kovakristálynak lepedékoldó hatása, tehát hogyha már voltam egy szájhigiénikusnál, és leszedte a fogkövemet, lepedékeimet, akkor már az új fogkő kialakulását ez gátolja, tehát sokkal kevesebb fogkövem lesz. Ugyanis a fogkő a fogat borító lepedéknek az elmeszesedéséből származik. Ha 100%-osan meg tudnánk mosni a fogainkat, hogy ne legyen lepedék, akkor nem lenne fogkövünk, de nem tudjuk, így hogy ezért van fogkő. Meg az, hogy mennyi ásvány is van a nyálamban, az meg egy egyéni dolog. Valakinek nagyon sok van, és akkor teszem azt 2-3 havonta kell fogkőtisztításra járnia. Ellenben az ilyen emberek kevésbé szúvasodnak, mert ez az ásványi sokban telített nyál, ez védi a fogakat a szúvasodástól. Van, akinek meg kevés ásványi só van a nyálában, náluk nincs fogkő kialakulás, ennek könnyen szúvasodnak a fogak. És vannak a pekhesek, amelyeknek szúvasodik is, meg fogkőjük is van. Úgyhogy ilyen is van, meg olyan is van. Ez az olaj, ez annyi a különbség ennél az osztrák olajnál, hogy nagyon kellemes íze van a gyógynövék, tehát amint egy kellemes szájöblítő, tehát kamasz gyerekek is lazán zubogtatnak vele. Elég ebből, mivel egy koncentrátum, ebből elég egy teáskanálnyit bevenni,
és az olajrágás végén, ha kiköptem az olajat, nem kell fogatmosni, meg öblíteni, mert ez egy teljes fogmosással felér. És hogyha valaki fogyókúrázni szeretne, az különösen javallott, mert annyira tiszta a szájam, én is ezt érzem, hogy sajnálok reggelizni. Tehát, hogy hiába jön a gyomormeridián ideje egyszerűen, annyira tiszta a szájam, hogy persze azért lehet utána kávézni, teázni, de hogy semmilyen fogmosási eszköze nem tudom ennyire kitisztítani a szájamat, mint egy ilyen alapos olajos zubogtatással. És szoktam, hogy nem kell vigyázva állni, tehát közben le lehet zuhanyozni, ki lehet vasalni, lehet készíteni reggelit, megnézni a leveleket, amik érkeztek az ilyen. Tehát, hogy interaktívan lehet ezt az időt tölteni. Ha valakinek nagyon sok lepedék van a nyelvén, érdemes az olajrágás előtt lekaparni a lepedéket, mert akkor az olajnak kevesebb dolga lesz. No, olajrágás kipipálva, hogy tavasszal jövök, akkor még több emelést szeretnék, mert nagyon-nagyon boldoggá tettetek, hogy ez így ilyen hatékony volt ez a történet. Ott szerepel alul egy ilyen tevelkezelés pióca alatt, nem ezzel szoktuk kezdeni a fogánybetegségek kezelését, itt amúgy a mi rendelőnk Magyarországon az egyetlen fogászati rendelő a pióca kezelés is folytatunk, ilyen komolyabb gyulladások kezelésére, de szó szerint a lista végén van, vagy hogyha valaki nagyon szeretné, és akkor ilyen orvosi piócával dolgozunk. No, Németországban, meg Nyugat-Európában, hogyha valakinek fogágybetegsége van, és már látszik a röntgenen, hogy komoly csontveszteség van, akkor, és hogyha valaki holisztikus rendelőbe megy, akkor nem ússza meg, hogy komoly diétát írnak elő. Gyakorlatilag itt a fogyasztható ételeknek a listája. Hát a tejtermékekből a kecske és a jut egy heti egyszer-kétszer, tehát kis mennyiségben. A zöldséghez jöhet bátran, gabonafélék jöhetnek, a krumplinál főleg a hébasült, szelídgesztény az különösen jótékony hatású, a szárnyasok és a hal, tehát a fehér húsok hetente egyszer ehető, és a gyümölcsöknél a helyben megjött európai gyümölcsök, és csak délelőtt, és egyszerre csak egyféle. Minden arról szól, hogy olyanokat fogyasztak, ami nem erjeszt, amiben nincsenek jó esetben toxinok, mert mondjuk azért a zöldségeknél azért lehet, tehát itt fontos, hogy jó minőségű zöldséget fogyasszak, mert hogyha megnézzük a másik listát, akkor az eléggé szomorító, mi mindent nem lehet enni. Tehát nem lehet tejtermékeket, tojást, semmiféle vöröshúst, trópusi gyümölcsöket, olajos magvakat, kivéve a magyaró és a kesudió, és semmi finom erjesztési dolgot, tehát cukor, fehér liszt, ilyesmi. Juharszirupot, mészet meg lehet fogyasztani. Az egész előadásomat föl fogom tenni a honlapunkra, és ott már mindenki megnézheti, ha valaki nem tudta lefotózni, vagy életlen lett a fotó. Jó. A veséről már sokat meséltem, de a fogágy betegség szintjén elkerülhetetlen a vesének, a szerepének a kidomborítása. A kínaiak szerint, a kínai orvoslás szerint, a kínai gondolkodás szerint az, hogy milyen hosszú életet élünk, az két dolgon múlik. Az a csínak nevezik az életenergiát. Egyrészt mindenki, aki megszületik, megkapja azt a csí mennyiséget, ami x ideig elég lesz. Valaki kevés csit kap, valaki sokat kap. És ezt a csit a vese őrzi. Tehát, hogyha vesét én őrzöm, akkor az én kis éléskamrámat, energiaforrásomat védem, óvom. A második rész, amiről már mi tehetünk a kínaiak szerint, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk, és hogy étkezünk, erről már volt korábban szó. Tehát mértékletesen egészséges ételt jól megrágva fogyasztunk. A kínaiak ezt tartják a két energiaforrásnak az életünkben. A vese úgy amúgy, ami minket fogorvosként nagyon megszólít, nem csak a négy metsző, meg a négy alsó metszőnek a tematikáját hordozza, hanem a fogágy minőségével, energiájával kéz a kézben van. Tehát, hogyha a vesém alacsony energiaszintű, akkor óhatatlanul előbb-utóbb megjelennek a szájban az ingyulladás, fogágygyulladás, súlyosabb esetben a csont érintettség. És akinél már súlyos fogágybetegséget diagnosztizálunk, ott kizárólag mindig, amint hogy kivétel nélkül nem, mindig látunk vese érintettséget. Tehát magyarán, hogyha én a vesémet óvom, védem, vigyázom,
akkor a fogágyam is egészséges lesz, nem beszélve a hosszú életemről, úgyhogy érdemes a vesére odafigyelni. Van, akit egyszerű dolgok az, hogy például mennyi folyadékot fogyasztok, tehát hogy ez mai világban egy elég visszatér, hogy egyre kevesebbet iszunk. Tehát fontos a jó minőségű folyadékbevitel, a meleg italok. Indiában az emberek reggel egy nagy bögre meleg vizet isznek, nem teát, nem kávét, hanem meleg vizet. És ezek a jégkockás, limonádék, ezek nagyon hűtenek, nem csak ugye a torkunkat hűtik, hanem a szervezetünket hűtik. Ugyanúgy a fekete tea és a kávé is nem tiltva van, de óvatatlan, ha sokat iszunk, mert ezek vízhajtóak, és gyakorlatilag kihajtják a vizet a szervezetből is, a vese fog ugye, ennek a kárát látni. A bodzaléból vörös áfanyalé az nagyon hasznos, nagyon jó a veséknek. És hát a mai divat, tehát amikor a télvíz idején is így kilóg a fiatal hölgyeknek a dereka, hát ez gyilkos, tehát ez csigyilkos, ez nem tudom hány évvel fognak ezek a fiatalok kevesebbet élni, mert hogy döbbenet, hogy ezt a pont, ezt a legjobb, amire duplán kéne sálat tenni, és még nyáron is vigyázni kéne rá. Tehát azáltal, hogy hűtjük itt ezt a derekunkat, vesénket, ez nagyon-nagyon durva, úgyhogy itt van egy érv akkor, hogyha bárki hazamegy, és a kamaszlánya rövid ruhákból jár, hogy akkor egy kicsit ebben meg lehet őket szólítani. A másik dolog is, ez ma este bárki megkipróbálhatja otthon, hogyha hazamegyek, most már hűvösebb idő van, már most éppen egy kicsit szokatlan még meleg, hogy a lábaim hidegek. A hideg lábak egyértelműen a vese alulműködését, vese energia hiányát jelzi. És akkor ebből adódik a megoldás, hogy szigorúan tilos hideg lábakkal este lefeküdném. Forró ízes lábfürdő, vagy egy kis vájlingba teszek kis rozmaringot, egy kis mustármagos krémet. Tehát minden, ami hűt vízbe a szervezetemben, a meleg víz fizikai hatásán kívül, a gyömbér az egyszerűen föltüzel, tehát arra vigyázni is kell, hogy mennyire töményre készítem ezt az oldatot. Vannak az interneten ilyen kis videóanyagok, a Wagner Andrea nevét be kell ütni, W-n így a nevét, és nagyon jó kis ilyen borogatás, külső pakolás, soknak a pár perces is anyaga ott van, úgyhogy jó szívvel ajánlom. És nem szégyen gyapjú zoknit, cérna zoknit, zoknit kell húzni, mert éjszaka kimegy a takaró alól a lábam, és hiába fűtöm fel este lefekvésben, reggelre jéghideg lesz, tehát zoknit kell húzni éjszakára, akinek erre hajlama van. Van néhány fizikai segítség, ami nagyon egyszerű és nagyon hatékony. Az egyik az úgynevezett részkenőcs, nem tudom, hogy itt Erdélyben elérhető, Magyarországon a Pasaréti gyógyszertár gyártja, német recept alapján, ez szó szerint rezet tartalmaz ez a kenőcs. A réz az egy vénuszi minőség, egy nagyon nagy hűt hordozó fém, és azzal, hogy én szó szerint ilyen részkenőcsen bekenem a derekamat, hűt viszek be a szervezetembe. Egyszer a dolog, egy pici borsónyit vagy dupla borsónyi krémet ráteszek a kezemre, vagy a párom az ő kezére, és akkor itt a vesetájékon fektetett 8-osot, az éjszettem ezt a kis végtöntett formát, az úgynevezett lemniszkált a formában, néhányszor rákenem a vesémre. Tulajdonképpen szeptemberben, amikor jönnek az első hűvös idők, egészen tavaszig, amíg ki nem melegszik, minden este ezzel kell lefeküdni gyakorlatilag. Akinek a vesie gyenge, vagy szeretné a vesét energetizálni. Semmiféle mellékhatása nincsen, tehát lehet ez bátran használni, akár gyerekeknél is. Van egy másik készítmény, ez a tőzeg levendula olaj, a német neve szólumöl, ezt csak Németországból lehet beszerezni, a Veledas a vála gyártja ezeket az olajokat. Ez egy nagyon kellemes illatú éteri olaj, ami nem csak direkt a vesét, hanem az egész szervezetet egy ilyen hőburokkal látja át. Úgy van a bekenés, hogy csak a végtagokat kell bekenjen vele, azoknál a csontoknál, ahol hosszú csontok vannak, ott így kenem, tehát a szív fele, ahol kerek csont, például a csuklónál, ott körkörösen az óramutatóval megegyezően, alkarnál így, könyöknél így, felkarnál is, legvégén a vállaknál mind a két kart, mind a két lábat. Ez kb. Egy 10 perces procedúra, de nagyon-nagyon kellemes és nagyon-nagyon feltöltő. Ezt nem kell feltétlenül minden nap, bár lehetne, csak az időigényessége miatt azt szoktuk mondani, hogyha hetente, kétszer, háromszor az ember
egy ilyen tűzeglevendula olajos bedörzsölést végez, akkor értelemszerűen utána meg bújok az ágyba, tehát hogy akkor már nem szaladgálok, meg hanem benn maradok már, mert hogy az a hű, ami képződik, van le a szobát fűtsem, hanem magamat fűtsem. És akkor még van egy különleges dolog, ennek leírtam a receptét, ez az ételi fürdő. Valaki is megy az ételi fürdőt, vagy fürdött már ételi fürdőben? Egy valaki tudom, hogy fürdött, de ugyan, hogy akkor ismeretlen a dolog. Hát ez, amit a mesében mondják, hogy tejben, vajban fürdök. A receptel teljesen egyszerű, felvegyek egy biocitromot, itt ez különösen fontos, mert a vegyszeres citromok azok borzasztóan tele vannak mindenféle penészedésgátóval, meg egyebekkel, tehát a biocitrom az kulcsfontosságú. Egy evőkonnál méz, egy biotojás, ha nem bio, itt még egy kicsit elnézőek vagyunk, és egy csupor tej, tehát egy 2,5 deci tej. És bio lett? Az is jó, hogyha biotej, az még jobb, de itt a citrom a legkritikusabb, már az a leginkább vegyszerezett a sima citrom. Fogom a citromot és kifacsarom a levét, meg összezúzom még a héját is, tehát nem csak mint hogy egy teát készítenék, hanem összezúzom egy ilyen kis vizes vízzel töltött tárkába. Utána leszűröm, hogy a rostos anyagok azok hátra maradjanak, és a mézet és a tojást és a tejet összekeverem egy ilyen kis lávoskában, edénykében. Megtöltöm a fürdőkádat jó, kellemes, meleg vízzel, és akkor belezúdítom a citromot, belezúdítom ezt a kis keveréket, és ezzel a 8-as formában két kézzel jól belekeverem a kád vizébe, besötétítek, mécseseket gyújtok, és belebújok ebbe a kádba. Legalább egy 20 percet kell benne, hogy túl sokat nem, kell megint után kell, a víz kezd kihűlni. Fontos, hogy akkor, amikor az ételi fürdőt végzem, akkor nincsen tusfürdő, nincsen sapupon, nincsen semmi, akkor csak ez van. Tehát, hogyha én előtte mondjuk lezuhanyzok, és úgy megyek be a kádba, akkor már tökéletes a dolog. Tehát egy 20 percet ülök ebben a kádban, hetente egyszer, lehetőleg ugyanazon napon kell ezt a műveletet elvégezni. Lehet gyerekeknél is például, amikor gyengeség van, amikor tanulási nehézség van, ezt is hoztam is egy leírás, és ez is amúgy megvan a honlapunkon, tehát növekedik az életerő, a vitalitás tőle, segít a nagyon érzékeny, esetleg félős, megfelelni vágyó gyermekeknek, felnőtteknek, tehát egy ilyen belső nyugalmat, belső erőt hoz ez a fürdő. A feledékenyeknek, nehezebbnek, tanulóknak is nagy segítséget jelent, illetve időskori butuláskor is, és elmélyíti az önismeretünket, segíti a befele fordulásunkat, nyugodtabbak vagyunk, önmagunkkal elfogadóbbak és szeretetteljesebbek leszünk. Tehát, hogy mindenki, akinek van otthon kádja, előbb-utóbb próbálja ki, mert és a terápiás hatása úgy érvényes, hogyha tényleg nem csak egyszer sem, hogy hetente egyszer ezt meg tudom ismételni, úgyhogy jó szívvel ajánlom. No, visszatérve még a veséhez, a legalsó sorban van egy kulcs szó, kulcs kifejezés, hogy harmonikus párkapcsolat, ugyanis a szerveink kapcsolatban vannak a különböző életfeladatainkkal, minőségeinkkel, és a vese, mint páros terv, a párkapcsolatnak a szerve, tehát minél idillibb, harmonikusabb, szeretetesebb kapcsolatban élünk, annál jobban újjong a vesénk, hogyha meg nem ez van, akkor meg tegyünk ellene, hogy a vesénk újjongjon emiatt is. No, és ígértem, hogy lesz egy röntgen is, meg egy eset a fogány történettel kapcsolatosan. És hát nagyon nem kell fogorvosnak lenni, ha látja az ember, hogy ott elérjük. Szóval, hát egyrészt ez a nagy fehér dolog, ez egy nagy híd, és alatt ott nem rengeteg például, mind a négy metsző hiányzik. Tehát már a vessének annyi, mert energetikai szinten, akkor itt hiányzik a főső hetes, az ötös, a másik, a négy ötösből három hiányzik, bölcsességfalk hiányzik, tehát szinte valami hiányzik, és hát ami még súlyosabb, hogy
hogy például itt a szeretetfog az ugyan megvan, de teljesen elpusztult a csont fölötte, tehát ebből a szájba köbben 4 fogat lehet majd megtartani a legnagyobb jó indulattal is, tehát annyira súlyosan leépült a fogágy, olyan gócok, gyulladások vannak a fog körül. És hát a hölgy csak 50 éves, tehát hogy fiatalnak mondható. 10 évvel ezelőtt diagnosztizálták először ezt a fogágy problémát, és hát itt rögtön belementünk, ilyenkor nem kerülgetjük a forrókását, hogy is volt neki ez a kezdeti története, hogy indult az életem. Az édesanyjának az első várandóságból tudatos abortusz választott. A második megfogantatása végig is ez a hölgy volt, de hát az édesanyja nem mesél, de benne van a pakliban, hogy őt sem biztos, hogy meg akarták tartani, pláne azért, mert hogy az abortusznál rögtön megfogant. Tehát, hogy még úgymond, még nem volt semmi pihenőidő, de végül ez a hölgynek esélyt adtak az életének, és megszületett, és utána még 3 abortusz volt, tehát mindenki meghalt előtte és utána is. Tehát, hogy ebben a környezetben, ebben a családi energetikai hiányban született, és hát itt volt az, hogy az édesanyja 9 hónap alatt végighány, tehát az első naptól kezdve az utolsóig, amíg meg nem szült a gyermekét, végighányt. Megszületett a pici baba, és nem volt az anyának anyateje, úgyhogy a nagynéni szoptatta, tehát már az anyával a kötelék nem tudott kialakulni. 4 hónaposan bölcsődébe került, mert az édesanyja el kellett tartsa a családot, kiderült, hogy ilyen fordított gazdasági helyzetben voltak, tehát a férfi otthon ült és nem dolgozott, az anya tartotta el a családot, és akkor bölcsődébe került, és amikor ezt ugye elmondta, hogy 4 hónaposan bölcsődébe, akkor elkezdett zokogni, tehát hogy ezt ilyen nagyon-nagyon mély traumaként élte meg, ugyan ő egy egészségügyi dolgozó, tehát hogy az egészségtudatossága meg a munkája az önismeretét segítette, de gyakorlatilag még ott van, hogy ezt a 4 hónapos traumát még ilyen érint. Egész később betisült, tehát a bölcsődében ezért csúfolták is, hogy már mindenki pelenk, már nem kellett pelenk a másoknak, és ő még mindig bepisílt. Utána iskolás koráig az volt, hogy hétfőtől péntekig a nagymama, a szülőknál volt, hétfőken a szülőkkel. Úgyhogy hát így az ősbizalom, nem is tudom, hogy mit lehet nála beszélni, mert az összes rizikó dolog, ami hát így szóba jöhet, az nála, hogy megvolt. És hát tulajdonképpen kiderült, hogy az apai szinten ez az elhagyatottság érzés, ez többszörösen a dédnagyapját, mikor megszületett a dédnagyapa, születés után egy héttel a szülők fogtak magát és emigráltak Amerikába, és itt hagyták a rokonoknak a pici babát. Tehát negyedik generációba visszamenőleg már ez az elhagyatottság, nem kellek senkinek, életveszélyben vagyok, ez megjelent nála. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy ő neki 50 éves koráig tulajdonképpen a fogája ilyen szintű gyulladásban volt, ez nem csak azért, mert hogy ritkán vették a fogköveit, vagy bármiféle komolyabb merényletet követett volna a szája ellen, hanem itt van az alap, tehát hogy ez a negyedik generáció visszavezethető, többszörösen traumatizált. Az egyik nagyapa a háború után ilyen munkatáborban, ott is életveszélyben volt. Tehát ez a folyamatos életveszély, egyedül vagyok, nem kellek senkinek, közösített a világ, ez több generáción keresztül érkezett hozzá, és hát gyakorlatilag, hogy mondjam, ez okozhatta nála ezt a súlyos fogágy leépülést. Jó, témát váltunk egy kicsit, hogy mondjam, sajnos ilyen újkori probléma, már az, hogy dohányzás, meg ilyenek, ezek eléggé köztudottak, tehát ebben most nem megyünk bele, de hogy vannak egyéb dolgok is, ami a klasszikus dohányzáson kívül fontos. A dohányzásnál azért egy pillanatra megállunk, komoly kutatások vannak amellett, hogy
16 éves kor előtt elkezdett dohányzás, pláne aki már 12 évesen elkezdi, mert sajnos már általános iskolában is megjelenik a dohányzás, olyan receptorokat kapcsol be az agyban, ami egész élete szóló függőséget okoz. Tehát ha valaki elkezd 20 évesen dohányozni, mert régen a katonaságban a fiúk, abból egyszerűen le lehetett szokni, míg hogyha valaki 12-14, tehát gyakorlatilag a tinédzser korában elkezd dohányozni, olyan életre szóló programokat ír be ezekbe, olyan gombokat nyom be az idegrendszerbe, hogy a szó szerint a fej tetejére kell álljon, hogy aztán ne tudjon szokni róla. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a fiatal korban ezek a káros szenvedélyek, és most nem beszélünk a drogról, ami hatalmazottan érvényes. Tehát gyakorlatilag itt megvan is a statisztika, hogy aki 12 és 21 éves kor között kezdett, mint jutalmazó inger a dohány, felében egy életen át nem tud róla leszokni. A rossz hír az, hogy nem csak a cigarettára vonatkozik ez, hanem a digitális drogokra is, tehát táblagép, laptop, számítógép, és hát azt tudjuk jól, hogy hát az nem 12 éves korban kezdnek a gyerekek telefont simogatni. Most volt nálam két hete egy 11 éves srác, papa, mama magyar, és néha ugyan volt a külföldön, de magyar anyanyelvűek a szülők, és a kis srác gyakorlatilag angolul jobban beszél, mint magyarul, tehát angol anyanyelv, annyit számítógépezett, és annyi angol filmet nézett, klippet nézett, stb., hogy egyszerűen vannak magyar szavak, amit nem ismer, és angolul megvágja. És a szüleivel is gyakran beszél angolul, mert neki az úgy jobban megy. Tehát, hogy akkor ő gyakorlatilag, épp beszéltük itt kollégákkal, mint eset, hogy megmenthető-e még ez a gyermek, hogy még mesét kéne olvasson, és közben kérdezett, ilyen kettőig ott lóg a táblagépén is. Szóval, hogy ezek az elég durva dolgok, pláne még nehezít a dolgot, a szülők nem együtt vannak, a papa mindig a legújabb, legfrissebb dolgot megveszi a gyermeknek, tehát hogy ezek így nehéz dolgok. No, lépjünk tovább, snüsz. Én még őszintén szóval 4-5 évet fogalmam nem volt, hogy mi ez a snüsz. Ha valaki nem tudja, ez gyakorlatilag egy kis dohány párnácska, nikotin párnácska, amit betesznek így az aljak alá, a felső fogak mellé. Ebből gyakorlatilag kioldódik a nikotin, és gyakorlatilag ugyanolyan élvezetet, élményt okoz, mint a cigarettán bejutott nikotin. Annyi az, hogy például órán is tudnak a gyerekek snüsszölni, tehát nem füstöl a pad, meg semmi. És sajnos én bízok benne, hogy itt Vásárhelyen még ilyen példákat nem tudtok, de hogy Magyarországon, Budapesten sok helyen van ilyen, tehát hogy ez félelmetes. És hát gyakorlatilag egy direkt marja az int, nagyon durván. Ez egy 16 éves emberkének a... Gyakorlatilag szétmarolódott az int, lesorgat, és már beindult a gyökérszúvasodás, mert a gyökér azért nem arra van, hogy szabadon legyen. Pláne, hogyha még nem jó mellett a szájhigiéne, sokkal szénhidrátos üdítő, energiaitalok, stb. Tehát, hogy ezek már kérdés, hogy élnek ezek a fogak, mert ott az idegcsatornának látszik a kontúrját. És akkor nem beszélve a gyulladás mellett, hogy ezek brutálisan karcinogén hatásak, tehát hogy itt ifjúkori daganatokkal fogunk előbb-utóbb találkozni, hogy még többen, mert hogy kis számban mindig van, de hogy erre vigyázni kell. És ez mondom, nem feltűnő, nem drog, nincsen egyelőre még itt betiltva, de brutális hatásai vannak. A másik az a piercing. Sokfele tesznek, sajnos beteszik szájba is, most a szájüregi vonatkozásokat nézzük, és leginkább az a nyelvre rakott a nyelvpiercingekről beszélek most, ebből saját páciensem is vannak. Hát mi a baj ezzel a piercinggel? Hát nagyon sok baj van. Egyrészt az, hogy ott van a piercing a szájban, ezért a reflexzerűen a nyelv összehúzódik, tehát normálisan a nyelv az kitörti a terünket, a szájüregi terünket, a fogíven belüli teret, és ha még nem is mondtam fogat, akkor a fogak belül, a nyelv felül rendkívül ritkán szoktak szúvasodni. Mert hogy a nyelv az folyamatosan odaír, odasimul, stb.
azoknál a fiataloknál, akik, vagy felnőtteknél, akiknek piercing, a nyelv össze van ugorva, ez ilyen reflexes, tartós összehúzódás, és a nyelv nem éri ez, és belülről nagyon sokan nem mossák alaposan a fogat, és tulajdonképpen az őrlők a 8-astól előfele, 7-es, 6-os, brutálisan egész mélyen kezdnek belülről szúvasodni a fogak. Ez az egyik. A másik az, hogy ez a piercing ott oda-vissza legtöbbször fémből vannak, vagy ilyen kemény kerámiából, koptatják a fogakat. Pláne, ha még valakinek van egy nyelvlökéses nyelés, amikor nyeléskor a nyelv előre kimozdul, akkor mint a harangnak a nyelve rácsap egyet a nagy metszőkre, és nagyon komolyan kikoptatja belülről a főső metszőket. És előbb-utóbb ez olyan szintre tudja, le fog törni egy normál terhelésnél. Ha valakinek, mondjuk fiataloknál ritkán van, hogy amalgám menne a szájukba, hogy valamilyen pótlás, implantálás, hidak, fémmentes hidak, koronák, akkor beindul a galvánhatás, és a galvánhatás azt jelenti, hogy a nyál az viszi az elektrolitokat, az ásványi sókat, és gyakorlatilag beindul egy mikroáramlás a szájban, és akkor beteszek egy zseblámpalizót a szájamba, és elkezd világítani. Tehát, és az megint irritálja az ínt, gyulladás, sorvadás, stb. Tehát megint egy ilyen ördögi kör. Nem beszél arról, hogy itt azért különleges gombák tudnak a fém mellett megtelepedni, a gombák nagyon szeretik fémeket, nehéz fémeket, tehát ez megint egy fertőzés forrás a piercingek vagy. Úgyhogy hát ilyeneket nem nagyon szeretünk, úgyhogy mindenkit próbálunk. Vannak, akiknek 15-20 van piercing a nyelvében, úgyhogy óvatosan kell megközelíteni a témát, de hála Istennek azért előbb-utóbb sikerül, hogy mondjam, ezt kicsavartatni és kidobatni a kukába. Ez gyakorlatilag, hogyha valakit a fogelemzésbe, meg egyéb dolgokba szeretne, sajnos magyar irodalom még nincsen, mindig mondom, hogy előbb-utóbb meg kéne írni, mert hogy egyre több most már így a saját esetünk is, saját tapasztalat. Jelenleg német, angol, francia irodalmak vannak, ez is majd elérhető lesz, hogyha valaki szeretne ebben elmélyedni. És akkor köszönöm a figyelmet, ott van a címünk, azt kérdezzem meg mindenki, harisfogászat.hu. Oda lehet fölmenni, és rengeteg információ, a mai előadás anyaga egy hét múlva fog fölkerülni, amikor visszamegy Budapestre. És ha valaki írni szeretne, bármi kérdés van, akkor az e-mail cím az adott. A jövőt illetően én nagyon-nagyon lelkes és hálás vagyok, hogy ilyen nagy az érdeklődés, úgyhogy ez kötelez arra, hogy visszatérjek, és még itt ígérgettem témákat, de úgy gondolom, hogy már ez is egy ilyen jó kis pakót, amit haza lehet vinni. Holnap 10 emberrel lesz szerencsém ilyen koncentrált fogelemzést végezni, tehát ilyen fél órás kis fogelemzések lesznek, majd megkaptam a röntgeneket, úgyhogy ma este, ha hazamegyek a szállásomra, akkor már hangolódok a holnapi páciensekre. Tervezem, mert hogy érzékelhetően tényleg fontos lenne ezt a tudást idehozni, hogy hosszabb időre jöjjek, akár így rendszeresen. Tehát, vannak itt fogorvostan hallgatók, úgyhogy már, hogy mondjam, reményteli a dolog. No, én most nem szeretnék még elmenni, csak hogy ha van kérdés, mert hogy nagyon élénk tekintetek voltak, kevesen aludtak el a teremben, úgyhogy állok rendelkezésre, amíg ki nem raknak innen a kérdésekben, és akkor itt egy az első. Nem kérdezni akarok, hanem pár méltatást szeretnék, ha megengedi. Én egy rügyterápiás konferencián vettem most részt Kolozsváron, és ott is ez lepett meg, hogy ott például attól függetlenül a rügyterápiás készítmények voltak a fő téma. Például szóba került ez az iris diagnosztika, tehát hogy ugyanott ott is megvannak ezek a pontok, inkább leülök, úgy barátságosabb. Tehát hogy ez a fajta szemlélet, ami van a ilyen konferencián, ezt a szellőt hozza ön is ide, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon meghatott a dolog, és nagyon köszönöm, és nagyon nagy felelősség van az ön kezében,
szeretnénk mi is ilyen fogorvosokhoz menni vásárhelyen, és nem ahhoz, aki csak annyit lát, hogy ott betűnünk valamit, vagy amalgámozunk, és seperc ki a rendelőből. Tehát ez nagyon rossz érzés annak, aki egy kicsit már igényesebb, egy kicsit már más szemléletben látja az emberi szervezet. Tudok ajánlani aktív fogorvosokat is, akik úgymond tanítványok, úgyhogy majd a végén szívesen adok elérhetőséget, úgyhogy... Köszönöm. Nagyon szívesen, nagyon köszönöm. Ott hátul van kérdés. Szeretném kérdezni, de volt számomra nyilvánvaló az, hogy ha egy foggyőkért ezzel, azt teljesen vegyük, hogy várjuk, ha nem lenne, vagy a térsre? Is, mind a kettő benne van, mert fizikailag ott van egy gyökérkezett fog a szájamban, de mivel nincsen benne véráramlás, az idegek elpusztultak, neked ki is van szedve belőle, ezért energetikailag ez egy élettelen, egy halott történet. És ez egy nagyon nagy dilemma, hogy akkor most szabad egy gyökérkezelni, vagy nem. Mert hogy akik azt mondják, hogy nem szabad, ők azt mondják, hogy most nem szabad egy halott dolgot konzerválni a szájába. Egy halottat, azt ki kell dobni, el kell temetni, meg kell siratni. Ugyanakkor, mert hogy nehéz tökéletes gyökértömést csinálni, hogy hosszú távon ne legyen góc, mert hogy ott azért nem csak egy fülgyökércsatorna van, hanem vannak mellékcsatornák, tehát hogy itt tényleg sok igazság van benne. Ugyanakkor meg én erre azt szoktam mondani, hogy ha én tudok tényleg egy jó gyökértömést csinálni, és még az egészet meg tudom támogatni, van külön táplálkozás gyökérkezett embereknek, ami a gyökérkezett fog körül energetikai vákuumot segít kipótolni. Számomra egy jó gyökérkezett fog értékesebb, mint egy implantátum, vagy nem beszél egy foghiányról. Már múltkor beszéltünk arról, hogyha egy foghiány vagy, hogy akkor gyakorlatilag már csak a kompromisszumok közül válogatunk. De én alapvetően úgy gondolom, hogyha menthető egy jó gyökérkezelés, és mondjuk kontrollröntgen is látszik, hogy nem alakult ki góc, akkor én szeretek. És vannak most meg külön gyökértömű specialisták, akik mikroszkóp alatt, gumilepedőben, tehát mint egy igazi kis műtét úgy csinálják az egészet. Szívesen. Igen. Egy olyan kérdésem, hogy olyan szerencsétlen eset vagyok, hogy az utóbbi két év alatt 4 fogomat elveszítettem. Tehát olyan szinten, hogy felnyúlt a genyzacskomán a színuszokig, és azt mondták, hogy inkább a következő lépés az nagyjából az implantátum. Most mi a véleményünk, hogy ha már eljutott egy ember egy ilyen szintre, akkor most ez örökre van átkozva? Semmi átok nincsen. Ha elmondom, hogy hány híres embernek van implantátuma, meg mindenféle pótlása, szóval, hogy szerencsére nem a szívével van probléma, és nem zárnak a billentyűk, és életveszélyben van. Tehát gyakorlatilag az implantáláshoz mondhatjuk most már több évtizede, 30-40 éve kialakult, hogy titánból készül a legtöbb implantátum, megfelelő formátuma van neki, sőt most már 15-20 évben a kerámia implantátumok is elterjedtek. Tehát egyrészt például érdemes tisztázni, hogy, és ezt például biorezonanciásan ki lehet mérni, hogy melyik implantátum típus a kettő közül, meg két van a titán, tehát hogy energetikai. A másik meg az, hogy pont a holisztikus szemlélet jegyében, hogy meg kell nézni, hogy hol történtek helyileg, és akkor meg lehet nézni az egyik táblázatban például milyen szervek, teszem azt mondja, hogy a gyomorlép hasnyálmirigy, hogy akkor rendben van az a gyomorlép hasnyálmirigy rész. Ha nincs, akkor tenni érte, hogy rendben legyen, mert én azt mondom, hogy például egy implantátum akkor lesz sikeres, egyrészt legyen jó szakember, aki berakja, de ami rajta múlik, hogy az a probléma, mert gyakran minden fog elvesztés egy problémának a megnyilvánulása, a végső megnyilvánulása, hogy már nem menthető az a fog. Tehát, hogy az a probléma, amit az a fog hordozott, szervileg, illetve lelkileg megvan oldva, vagy legalább dolgozok rajta, mert vannak dolgok, amik egész életen át dolgozom, akkor az az implantálás az sikeres lesz, és akkor akár egy életen át szolgálni fog. Tehát nem kell félni ettől, mert ugyanakkor a foghiány meg 1000 dolgot generál. Elmozdulnak a fogak, nem tudok jól rágni, aszimmetrikus lesz a rágásom, másképpen terhelődik az ízület. Tehát egy csomó káros dolog be van, tehát nem szabad, pláne, hogyha több foghiány van.
Tehát ezt tudom javasolni, megnézni, milyen implantátum alkalmas, illetve mind fizikailag, mind lelkileg milyen témákat hordoztak ezek a fogak. Jó? Hátul. A flúr mennyire egészségtelen volt? Jó, majd lesznek majd ilyen visszatérő előadások. A múltkor beszéltünk sokat a flúrról. A flúr az egy patkányméreg gyakorlatilag. A patkányméregben nagyon sok flúr van. Annyit kell tudni, hogy a lényeg, hogy a flúr az része a szervezetünknek, tehát a fogunknak, csontunknak része. Egyik legkeményebb ásvány, tehát az, hogy a zománcunk ilyen kemény, az többek között, meg nagy részt a flúrnak köszönhető. Ugyanakkor a normális étkezéssel a flúrt mi be tudjuk vinni, tehát a flúrpótlásuk az, ami már egy kritikus dolog. Nincsen olyan ásványi anyag a szervezetünkben, aminél ennyire közel lenne a terápiás dózis, a toxikus dózistól. Ez számokra lefordítva azt jelenti, hogy 1-2 mg az én napi flúor igényem, és a 3-4 mg az már káros, az már mérgező. Gyakorlatilag egy klasszikus fogkrémes tubusban levő flúor mennyiség egy gyereket meg tudna ölni. Szerencsére ezek csípősek, eszük ágában sincs megenni. De hogy ilyen helyzet van a flúorral. Aztán a flúor leginkább a csecsemőkorban és kisgyerekkorban, amikor az idegrendszer nincsen kifejlődve, akkor a legártalmasabb. Tehát az, hogy amit régen, hogy flúortablettát adtak óvodában a gyerekeknek, a szülők még nem is tudtak róla, az rendkívül káros volt, és ennek Kínában végeztek egy 11 évvel ezelőtt egy nagyon komoly kutatást, nem holisztikus orvosok, hanem a Harvard Egyetemnek a tudósai. Egyik városban elkezdték a csak vizet fluorozni, a másikban nem, és mérhető, abba kellett hagyni a kísérletet, mert a fluorozott csak vizű városban a gyerekeknek mérhetően csökkent az IQ-ja. Tehát azt, ami Steiner leírt 100 évvel ezelőtt, hogy a fluor az butítő, egy az egy beszél leírt a 100 éve, azt most már tudományosan bebizonyították. Tehát a lényeg az a fluorra, hogy normális kiegyensúlyt táplálkozással, folyadékbevitelen megkapom én azt a fluort, amire szükségem van, és amúgy, hogy most flúoros fogsejjel, meg szájvíz, meg tabletta, ezeket kerülni kell. Szívesen. Igen. Hát meg kéne nézni elsősorban a harapást, tehát hogy érintkezik, mert például arról nem beszéltem, mert mondtam, van a klasszikus harapás, van a mély harapás, van a buldog harapás, és van az élharapás. Tehát ha valakinek élharapás van, az a legjobban koptatja. A másik, ha éjszaka szorítok, csikorgatok, az megint koptatja a fogaimat. Tehát bőven vannak lehetőségek, tehát meg kell nézni a fogazat érintkezését, meg hogy nincs ez az éjszakai szorítás, csikorgatás. Szívesen. Nyugodtan még lehet kérdezni, igen. Hány éves a gyermek? Vagy a gyermek? 4. Az éjszakai fogcsikorgatásnak különböző stádium vannak az egész kis gyerekek, akik 1 éves, másfél, 2 évesek, akiknek még nem jött át az összes tejfoga. Már 4 foggal is tudnak gyönyörűen, meg hátborzogatlan csikorgatni a gyerekek. Azt még élettaninak kezeljük, mert hogy gyakorlatilag megszokja, hogy addig puha volt a szája, csak az ínye volt, és akkor fél éves korban jönnek az alsó fogak, 2 tejfog, aztán 9-10-12 hónap jön a fősők, és akkor már ő ismerkedik ezzel az új helyzettel. Tehát ez egy élettani dolog, abból kár nem szokott származni. Az óvodáskorú gyerekeknél már a szorítás, sikorgatásnak már lehet pszichés háttere. Tehát meg kell nézni, hogy lehet-e oka neki bármiféle szorongásra. Óvodában, a környéken, a játszótéren valaki őt frusztrálja, vagy bántják, vagy csak csúnyát mondanak neki, nem tudja magát érvényesíteni. Homeopátiás szinten van a magnézium-foszforikum, és pláne Schüssler-sóban nagyon jó. Úgy kell kérni, hogy a 7-es számú Schüssler-só van Erdélyben? Nincs? Akkor be kéne hozni. Magyarországon beszerezhető, de meg lehet rendelni. Tehát ez a 7-es számú Schüssler-só, a magnézium-foszforikum, D6-os potencia.
és akkor egy kúrát lehet csinálni, gyerekeknél 4 éves korban mondjuk 2 tablettát beoldok egy 3-4 deci vízbe, amit ő megiszik, és akkor reggeltől estig ő megissza. A foszfornak és a magnéziumnak is mind a kettőnek ilyen mind idegrendszeri feszültségoldó hatás, ezt felnőtteknél is javasoljuk, csak akkor 3x1-et. Meg nyugtató, az izmokat is, mert gyakorlatilag ilyenkor van egy izomgörcs is, amikor összeszorít, összefeszít. Tehát az idegrendszeri szinten is old, meg fizikai szinten is, izmok szintén. Szívesen. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ez nagyon fontos ezt időben kezelni, mert azon kívül, hogy kiszárad a szája, romolhatnak a fogak, az arc csontnak a fejlődésére is ez kihat. Ugyanis az van, hogy a naponta, hát sok ezerszer megy át az orrunkon a levegő, hogyha orrlégzők vagyunk, és az orrjáratunknak van egy kis ablakja az arcüreg felett, tehát az orron áramló levegőnek ből egy rész bejut az arcüregekbe, egy újszülöttnek egy borsónja az arcüreget, egész pici, és ez az áramló körkörös levegő, ez egy direkt inger az arcüreg csontjára, hogy növekedjen. Tehát azok a gyerekek, akik egész gyerekkorukban szájlégzők voltak, mert náthások voltak, polipjuk volt, allergiások voltak, bármi, ezeknek kisebb lesz az arc csontjuk, az arcüregük, és ami fogászati vonatkozás ebből, hogy legutoljára áttörő fogak, amiknek volt tejfog elődje, azok az ötösök, a főső ötösök, és nem tud lejönni az ötös, már neki már nincs helye, mert annyira kicsi, mert az arcüregnek az alja, az a szájpadcsont, és jönne le utoljára az ötös fog, és vagy nem jön be, vagy feldéljön ki az íny fele, vagy elcsavarodik, tehát kisebb lesz a fogív, és fogtólódás lesz garantáltan. Tehát ezért fontos ezt időben rendezni, mert akkor kimaradnak ezek a dolgok. Tehát el kell menni egy, mondjam, hogy holisztikus gyerekorvoshoz, hogy nézze meg, hogy igazából, tehát ne antibiotikummal, meg szteroiddal kezeljék, hanem meg kell nézni, mi van a hátterében. Tehát ez az első kör, mert valamikor egyszerűen csak egy kis sós vízzel befújjak este a gyermekem órába, és az kiholdja, vagy vannak nagyon jó aromaterápiás olajok, amelyek szintén felszabadítják az ornyálkahártyát. Érdemes első körben akár ezzel is próbálkozni. De ha nem múlik el ilyen egyszerű módszerekkel, akkor párásítani a levegőt. De például az újszopok kitolják az első fogaikat, a tejfogakat is, és egyszerűen annyira előre mozdul a főső fogív, hogy nem tudja becsukni a száját, mert hogy a fogak így kinyomják az ajkakat. Tehát ott már egy újszopás következménye a nyitott harapás, és a nyitott harapás következménye az, hogy és a dentozófiás aktivátor lehet már egész, vannak ilyen egész ilyen óvodáskorú aktivátorok, akkor nem kell gyakorolni, csak éjszaka kell berakni az aktivátort, tehát a kisgyerekeknél ilyen elvárás nincsen, csak az, hogy vele alszik, nagyon szépen át tud szokni a sima orrlégzés, az egészséges orrlégzésre. Szívesen. Aktivátort, hát most jövő év elején lesznek az első Erdély meg Marosvásárhelyi orvosok kiképezve a dentozófia területére. Jelenleg most Magyarországon van így legközelebb ilyen dentozófus orvos. El kell mondjam, hogy ez fontos tudni, mert sajnos vannak nem hozzáértő, most nevezük, emberek, akik terjesztik, és mint a piacon a hagymát árulják az aktivátorokat, nem kevés pénzért. Úgyhogy semmilyen orvosi végzettségük nincsen, egy röntgent nem készítenek, egy minta nem készül el. Csak annyi, hogy rágjad és kész. Szóval, hogy mert sajnos itt is jár, és már le is csapott itt egy-két helyen. Szóval orvoshoz kell menni mindenképpen fontos. Tehát olyan fogorvoshoz, aki Magyarországon már 12-en vagyunk így dentozófusokkal, úgyhogy át kell majd jönni, illetve hát, hogy mondjam, én is készülök. Dentozófiás rendelés nyitni majd mondjuk egy éven belül. De nem érdemes egy évet várni, tehát hogy hamarabb be lehet várni. És életkortól függetlenül most fog újra megjelenni a könyv, a dentozófia könyv, mert egy 2 éve elfogyott,
Érdemes mindenkinek előbb elolvasni a könyvet, a régihez képest föl van újítva, tehát több új információ, meg jó a fordítása. És megismerkedni, mert azért nem egy könnyű dolog, hogy én akkor minden nap fogom magam és fegyelmezetten berakom azt a készüléket, gyakorlok vele egy igazi próba, de mindenki elmondja, hogy aki tényleg komolyan csinálja, hogy a legutolsó az, hogy a fogak rendeződtek, az emberi lényt átalakítja. Tehát más lesz a testtartásom, más a benneállásom az életben, az időhöz való viszonyom. Tehát, hogy egészen ki megedzi, megerősít az egész emberi lényt. Tehát, hogy és nem mellékesen a fogak is jobban állnak. Lehet fogat mosni mellette, tehát nincsen ez, hogy akkor rögzített készülék van, vagy fogakat még nem szokás a dentozófiánál húzni, tehát foghúzás nélkül megoldhatók a torlódások. És ami nem utolsó rendű szempont, hogy amikor vége van a rendezésnek, akkor a fogak ott maradnak a helyükön. Tehát, hogy mivel én az én saját erőmből, az én saját szorgalmamból dolgozok nap mint nap, hogy menjenek ezek a fogak elébe, és valaki 5 percet gyarkol, valaki 20-at, tehát valaki többet beletesz, mert több ideje van, vagy nagyon céltudatos, ez mind egyénileg mozgatja a fogat. A hagyományos fogszabályzásnál ott egy gépet tesznek a szájamba, már nevezhetjük ezt gépeknek, hogy fölkerülnek a tappancsok, összedoltozzák a fogaimat, és ott egy mechanikus, és hogyha ugyanaz a nyitott harapással van két embernek, mind a kettő ugyanaz, tehát nincs abban személyes. De, és ezért van az, hogy a végén a fogak nem fognak ott maradni a helyükön, mert nekik az egy kellemetlen helyzetüket, oda erőszakolták. Persze vannak olyan rendellenességek, például itt az előbb volt, hogy a 2-6-os hiány, hogy összehúzni például nem lehet a dentozófiát. Itt is vannak bizonyos esetek, amikor nem lehet megoldás, de az zömében azért van megoldás. Lehet egy kicsit időben hosszabb, mondjuk nem 2 év, hanem 3 év, de a végeredmény meg annál jobb. Más kérdés? Igen. Meg kell nézni, hogy ez milyen problémát okoz. Szoktam mondani, amikor valamilyen patológia van a szájamban, és mondjuk a bulldog harapást nevezhetjük azért patológiának, fontos a rendszeres kontroll, meg a kiegészítő terápiák, például a krániosakrális terápia, nem tudom, az ismerős a krániosakrális terápia, az egy olyan lágy érintésen alapuló terápiás módszer, amikor az ember hanyat fekszik egy masszírozó ágyon, és 20-30 grammos erővel érintem én az illetőnek a krániosakrálisra lefordítom, akkor ez koponya keresztcsonti terápiát jelent. Gyakorlatilag azt a teret kezelem, ahol az agygerincvelő folyadék áramlik. Az agygerincvelő folyadékban úszik az agyunk, meg a gerincvelőnk, azért nem nyomja az agyunk a koponya csont alját, mert úszik. És ennek a folyadéknak van egy áramlása. Ugyanolyan ritmikus áramlás, mint a véráramlásunk, csak ez egy lassú és egy állandó. A pulzusunk az értékek között változhat, ez 6 és 12 között van ennek a folyadéknak az áramlása, és egy életen keresztül, ha csak nincs valami nagyon nagy baj, akkor ez nem szokott változni. És a terapeuta ráhangolódik a csontoknál, a csigolyáknál, a keresztcsontnál, de már a végtagoknál is, mert ez tovább megy ez a hullám, az illetőnek erre a kranioszakrális ritmusára, és ahol bármiféle diszfunkciót, szorulást érez, energiahiányt, áramlás hiányt, akkor ezekkel a finom erőket, tehát nem mint egy csontkovács, aki fáj és megropogtat, és úgy leszek jól, hanem nagyon finom erőkkel, nagyon lassan végzi ezeket a mozgásokat, és tulajdonképpen, hogy visszakanyarodjunk a bulldog harapásra, vagy bármilyen harapási rendellenességre, tulajdonképpen itt egy nagy feszültség van az álcsontomban, tehát nem csak a fogaimban, hanem az ízületen keresztül ez fölment a koponyacsontom, tarkó, például a féloldali harapás, hogyha valakinek egy féloldali foghiánya van 10 éven keresztül, vagy akár még több, akkor előbb-utóbb féloldali ízületi panaszok lesznek, válcsípő, térd, vagy akár boka, mert ugye ez az aszimmetria, ez mint a dominó megy vége a csigolyákon, az izmokon keresztül, és akkor is a krániosakrális, meg kell szüntetni az okát, a foghiányt például, és akkor krániosakrális terápiával vissza lehet rakni ezt a
vissza lehet hangolni ezt a testi diszfunkciót. Krániuszakrális terapeuták vannak Erdélyben, ugye? Tehát ezt már nem kell addig van messzire utazni. Nagyon kellemes, nagyon jó beavatkozás, nem kell félni tőle. Imádni szokták az emberek, úgyhogy... No, úgyhogy így. Még itt van kérdés. Lustvog esetén nem magyarázat. Tehát ilyen szupramonaikus. És hol van az a fog? Bőcsösszi balettőre. 9-es? Igen. Mert szoktak elől is lenni, ezek ilyen kis sámáfogak, akik szokták... Nekem esetem, amit volt, az a 20-es. Igen, ilyen 9. fogak, hogy időnként először kap fordulni, sőt most volt nekem egy páciensem, hogy a 8-as, a bölcses, egy ITR fog volt, tehát mint a két fog összenőtt volna. Valami plusz van ott abban az emberben, és akkor érdemes beszélgetni, és nem mindegy, hogy melyik kvadránsban, fölül, alul, női oldal. Egyes kvadránsban volt, és amúgy ő egy buldogharapásos személy. Uh-huh. Még egy buldogharapásos. Tehát, hogy ez tehát akkor jobb fölül van, ugye? Igen. És amúgy a fogozata rendben van, többi bölcsességfoga megvan? Nincsen. A 4-8-asát azt ki kellett húzni, mert nagyon be volt gyölöpen és domlás volt, nem tudta tisztítan, bejúgodat okozott. És így a boldogharapása miatt egy csomó fogát kezelték a uh-huh. Egy csomó ilyen üvegi magéres. Többé is kapott, igen. De úgyhogy még a kolpát is megmérte, amit arra tettek valami színfoxidós uh-huh. Valami. Szóval a fogatok terén nem... Le van terhel, igen. Mindenesetre a szám fölötti fog, az valami atavisztikus dolog, tehát valami múltbéli dolog, mert hát az emlősöknek is több foguk volt, nem 32. Úgyhogy nem járt a déd nagyapa valahol az afrikai őserdőben is. Valami állati energiát magába szívott. Ezek nekem is van egy pár ilyen esetem, és úgy, hogy nincsen igazából kapaszkodni, viszonylag kevés az eset, hogy most ebből én általános. Tehát a nagy fogelemzős könyvekben ezek nem szerepelnek, ezt mi kell egyénileg eldöntsük, hogy olyan mi lehet ott. A boldogharapás akkor mikor megborosolható? Nagy például ebben az esetben a pártjánzat 27-től személy, és állítólag volt neki ilyen kivehető és gyerekkori szakványzója, de úgy nagyon el. Uh-huh. Valószínűleg vagy nem viselte rendesen, mert azt folyamatosan kell viselni a kisgyerekkorban. Nem szokott lenni, vagy valami. Hát tulajdonképpen, és teljes az egész fogében, akkor így buldogban? Hát mert műteni nem szeretnénk, az ilyen, most már sok mindent tudunk, meg gondolom ő se szeretne. Hanem akkor megdolgozni a pszichésen ezt az állapotot, hogy ő tudatosodjon benne, és akkor megnézni, hogy mi a foglalkozása, mi a hobbija, hol tudja ezt a materiálisabb részét megélni. Tehát élje meg azt, szerinted el meg boxolni. Tehát minden, amiben az erő ott van, az alkotás ott van, az neki gyógyító. Tehát meg tudja élni azt az agressziót, ami adott esetben a harapásban benne van. Tehát itt a terápia adott esetben egy küzdősport. Vagy hogy elmegy, mit tudom én, bontani, és akkor lebont egy házat. Úgyhogy jó. Mondom, hogy 9-es fog az mindig egy kérdés, mert hogy kevés van, és erre még nincsen. Tehát rá kell, hogy hangolódni, vajon mi lehet éppen tematikában. Jó? No, akkor elköszönök most már a végleg. Nagyon-nagyon köszönöm a kitartást, a sok figyelmet és a fordítást ott hátul, és akkor folytatjuk jövő tavasszal. Köszönöm.